ám a kuny. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. És kivet az ágy, a már a csap felett habzik a szár. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már korának, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a roppan két szó. Johnny, menj Afrika! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora a Dzsungel Stúdióból. Gyakorlatilag félig igaz a történet, amit az előbb hallottatok. Jó reggelt, szevasztok, pontosan 6:45 van. Az a helyzet, hogy a mi két barátunk odakünt Afrikában egy picit megcsúszott, és 7 órakor csatlakoznak majd az adáshoz, de akkor aztán teljes lendülettel, rengeteg melójuk volt tegnap, nagyon későn értek vissza, úgyhogy 7 órakor fognak majd jönni a srácok, Balázs és Jani egyenesen Afrikából. Ez az utolsó ilyen adásunk, holnap pedig már jönnek vissza, úgyhogy hétfő teljes leánysággal vagy legénységgel itt vagyunk majd a fedélzeten, de nem fogjuk ezt az 1 órát sem, vagy ezt a 3-4 órát elvesztegetni. Egyrészt lesz egy fekete-fehér ilyen, nem, de ez majd csak az óra végén, 2-0-ra vezetünk ezen a héten. Na most tegnap én játszottam. Anna, én arra gondoltam, hogy most mondjuk a jelentkezik a hallgató, az hívja ki a Balást vagy a Janit, akik nyilván nem fognak megszólalni, és akkor passzív játékért megintjük őket, érted? Hogy az lesz, hogy lehet a Janit vagy a Balást válaszolni. Jó. Passzív játék, a hallgató mindenféleképpen nyer. Jó, ez jó. Egyébként is hoztuk a hetet, tehát tök mindegy. Az már a miénk, úgyhogy hát egy ajándékcsomagos nyugat. Legyen így. Na jó, majd kiderül, de ez csak hét előtt. Előtte azonban, hogy elüssük az időt 6:30, gyorsan megmutatunk nektek egy rövid részletet a tegnapi napból. Ezzel folytatjuk most, aztán jön majd a hírmagazin, közben lehet küldeni a közlekedési információkat is. Ebből nem tudom, tök nyugalom van az országban, mert egyetlen egy darab érkezett, az M3-oson van egy Trafipax a 142-es kilométernél Nyíregyháza felé, hogyha van még ilyenetek, akkor azt is írjátok meg. Ha bazd nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Wow! Kakakasza TV, kakasza TV. Hey! Tibi! Tibi! Sziasztok! Tibi! Hello! Jó reggelt! Na, hát telefonon dolgozol, ugye? Azért vagy telefonon, igen, jól mondtam. Igen, most egy kis melócska van, de nem akarom teljesen erre fogni egyébként, mert van más dolog is, amiatt most nem igazán örültem volna, ha láttok. Mert tudjátok jól, hogy én azért a makulátlan megjelenésemre mindig ügyelek. Tehát, hogy mindig makulátlanul érkezem. Kivéve kedvenként. Szemétláda. És most történt egy picike optikai baki, mert úgy döntöttünk, hogy nem barom gyorsan nő a hajam, és úgy döntöttünk a párommal, hogy megspórolnánk ezt a hetente 10 naponta 2800 forintot, és akkor hát annyira reklámozták ezeket a boldog férfiakat, akik ilyen géppel nyírják maguknak, és utána ilyen elégedetten beletúrnak a hajukba. Tudjátok, mit is láttatok a tíse reklámot? Igen, magasról indítod a kezed hátrafelé, és a könyök végig emelkedik. Ugye? Igen, és ilyen nagyon boldogan beletúr a hajába, tudod, tehát otthon így megoldották. Na most, és kívül van a hónai kutya. Egyébként igen, oda nem mentek. És akkor mondta, párommal mondtuk, hogy ez nekünk is fog menni, vettünk egy ilyen gépet, mondta a párom, hogy üljek le a kád szélére, és bízzak benne. Tolt egyet, és utána az arcán a teljes rémület. Már tudtuk, hogy nagy a baj. Na most ekkor úgy néztem ki, mint a Ripley hadnagy az első borotválás előtt az Alienbe. Tehát tudod, az amikor így egy ilyen G.I. Joe így bevonul. Mondjuk, na de ki is vágja Bennynek, az jó. A csajoknak kezdve nálatok is mindenki van. Punk. Igen, a nullással tulajdonképpen. A Bennynek vágja, a Viki? Igen. Hát a Bennynek hibátlan barom jó haja van. Hát azt mondom, hogy jó érzéke van. Miért mit gondolsz a Vikiről most? Ez egy Vikire nézve, ez annyira ilyen. Hát de nem, jó érzéke van. Akkor legyen az, hogy 2008-1004 átmegyek a Vikihez, érted? Nekem jó az.
Kis mellékes. Fodrászólója, neki áll, jól vág egyébként, tényleg. Hát meg most, ahogy hallom, ahogy kinézel, csak segíteni tudna rajtad. Tehát, hogy hát, megmondom, a húgának is vágja a haját. Azon, hogy én kinézek, most egy bozótűz is tudna segíteni, tehát hogy figyelj, tehát ez teljesen reménytelen. Jó, de nem tudod le kopaszra. Letolja? Told le kopaszra. Ha igazán penge vagy, akkor megcsinálod. Ha igazán kemény vagy, letolod kopaszra. Hát figyeljetek, azt bevállalom, hogyha lesz idén tájföld, vagy januárban, akkor az csak azért egy ilyen letolom kopaszra, és egy ilyen morning show hennával a fejem tetején fog mászkálni tájföldön. Na, a hennát kihagyhatod, szerintem elég vicces lesz csak a kopasság is. Na jó van, de nem a félre sikerült frizurám, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Személyes élményből táplálkozik a dolog, ti is foglalkoztatok már egy picikét vele, de szeretném erre most nagyon-nagyon felhívni a figyelmet, ez szerintem, hogy most ősztel nagyon fontos lesz. Megyek tegnap hazafele kocsival én és az elrontott hajam, és a következőt látom, egy a másfél méterről kell kibontakozni a ködben, a vaksötétben a következő gyalogos, fekete cipő, fekete nadrág, fekete kabát, fekete sapka, és még mint a Rambó ilyen szénnel így még bekenve az arca, hogy még az arca se világítson, tudod, ilyen még ilyen rejtőzködő festés rajta. Hogy egy icipicit, tényleg így kapjunk már részbe, de most nem is a biciklistákra célzok, mert a biciklistákon az ömében van valami. De hogy azok az emberek, akinek dolga van, és tudja, hogy gyalog fog hazamenni a munkahelyéről, akár mondjuk kevésbé bevilágított, vagy a kisebb helyeken, falu, község, de a városban is van rengeteg olyan rész, ahol az előszeretettel bókláznak az úton a kedves gyalogosok, hogy a saját élete védelmébe, meg azért, hogy nekem ne kelljen börtönbe menni, mert másfél méterről látom meg, egy ilyen 100 forintos nyomorúságos valami ilyen fényvisszaverő karperecet, vagy nem tudom, prizmát, vagy kisvillogót, vagy valamit, tehát hogy egy picit próbáljanak már meglátszani. Tehát én értem, hogy én majd másfél méterről valahogy slalomozva kikerülöm, De hogy megmondom őszintén, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ti kiszúrjátok, vagy ti nem volt meg olyan, amikor rémülten egy méterről kaptad félre, akkor meg jacfekete ilyen rejtőzködő gyalogosokat próbálsz slalomozni? Hát figyelj, volt, de aztán eljössz Afrikába és átértékeled az egészet, képzeld el. Tehát, hogy itt azt csinálják, hogy eleve, most tényleg senki ne értse félre, nem azért mire akarsz kiukadni. Nem hiszed el, hogy a fekete emberről egyszerűen nem jön vissza a fény. Tehát Magyarországon, amikor valaki belép eléd mondjuk két falu között, van időd meglátni. A fekete ember bőrszínének az az egyik tulajdonsága, és ebben tényleg semmiféle rossz indulat nincs, hogy egyszerűen megvilágítod lámpával, és nem látod. És azt csinálják az afrikaiak, hogy kijönnek az út közepére, és úgy próbálnak téged éjszaka fél egykor, mikor jössz haza a dzsungelből megállítani, hogy beáll egy kanyarba az út közepére, és fölteszi a hüvelykujját, hogy állj meg neki. Figyelj, nem félszerűzett. Nulla félelemérzet, ilyen 8-10-es bolyok közlekednek éjszaka, a két falu között van mondjuk 20 kilométer, tehát sehova nem érted, hogy hova megy, mit csinál, beáll az út közepére egy kanyarba, és nem megy el onnan, hogy te vedd föl. És mind a két oldalon. Nekem rengeteg tervem van az elkövetkezendő 4-5 évre vonatkozóan, de olyan jellegű tervem nincsen, hogy szeretnék egy halálos gázolásban részt venni, és a börtönbe vonulni érte. Tehát, hogy én nagyon-nagyon megköszönném, hogy főleg, hogy jön ez a ködös időszak most már valamennyire, hogy 5 órakor már matt olyan sötét van, hogy konkrétan nem lát semmit, hogy mindenki, aki egyébként azt gondolja gyalogosként, mert nem sofőr, hogy ő látszik, miközben sétál, és majd mindjárt észrevesznek, az most nem árt, hogyha hallja, hogy konkrétan, hogyha olyan a szituáció, akkor 2 méterről lehet észrevenni. Tehát a saját meg a gyerekek, a mindenkinek az épségért egy nyomorúságos 100 forintos ilyen fényvisszaverő karkötőt legalább dobjon már a bal csuklójára vagy a jobbra, és próbáljon már meglátni, és ne ott legyen már öngyilkos nálunk Szőlőhegyen. Tehát, hogy... Tibi, egyébként megvan a megoldás erre. Na, azt kéne csinálnod, hogy ezek után nem a járdán mész a kocsiddal. És te hülye vagy. Igen. Igen, én azért megyek mindig a járdán, mert nem tudom, valahogy kisebb a forgalom, jobban lehet haladni. Egyébként tök igazad van.
Én a bringásokat se értem, akik tudod, hogy részegen felülnek, és nem, tehát semmit nem tesz fel magára, ő nem fél, te elütött, belenyomorodsz, ő meghal, neki a jobb nyilván, mert hogy akkor már nem kell mondjuk, nem tudom, tolószóra leérni egy életet. És nem veszi a fáradtságot, nem is, tehát akkor, ha már ő magát, saját magával nem foglalkozik, te legalább a saját, vagy a te védelmedbe tegye ezt meg egyébként. De tényleg döbbenet, az M0-áson gyár felől olyan alakok ülnek bringára éjszaka, néha arra megyünk, mert ott lakik a nyorsom arra felé, én nem hiszed el, nem hiszed el, és semmi nem rajta. Ha már az M0-ás mondod, a múltkor jöttem haza az M0-áson, konkrétan az M0-áson gyalogolt velem szembe egy csávó. Tehát, hogy az meg hogy kerül oda meg, tehát hogy ott mi a terv, azt nem tudom, konkrétan az M0-ás felhajtón gyalogolt szembe a forma. És nem érted, hogy mit csinál ott, igen. Jó, Tibi, ez jogos, ezt naponta tapasztaljuk itt is, teljesen értetlenül állunk a jelenség előtt, gyerekekkel sétálnak éjszaka az úton. Úgyhogy ha annyi legyen, akkor legyen egy konszenzus. Ő ne akarjon meghalni, én meg hadd ne akarjak embert ölni. Jó, persze. Tibi, ez. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Gyakran mondják, mégsem unom meg. Ne. Ugye? Hogy, de tudok ki jó indulatú is lenni. Ha igazad van, akkor látod, hogy megadom. Tehát, hogy itt nincs semmi feladat. Jó, az a nyárfa pöszmös dolog, az még mindig bánt engem. De most mindegy, most nem akarom akkor előadni. Te mi van, nincs témád? De fán! Ugyanis megmondom őszintén, hogy egy picit ezt most érzelmesebbre hangolom az elejét, mert pont azon kaptam magam, hogy lapozgattam az ilyen fotógyűjteményeimet, és mindig, amikor meglátok rólatok egy képet, hogy vannak, tudod, én időnként így fotózgattalak benneteket bent a stúdióban, és esküszöm már én tudok ilyen kicsit ilyen szentimentalistán ránézni, hogy vajon jól vannak a fiúk, mikor jönnek a fiúk. Amúgykor ki is raktam egy ilyen posztot szigorú lájkvadás jelleggel, hogy mikor jönnek már a fiúk. Na, hogy, és esküszöm, hogy most már, ennyi volt az érzelmes része egyébként, úgyhogy ne nagyon lovald bele magad. Tehát, hogy mondom, most már így, hogy így közeledik az a érkezésetek. Már el is hiszed, hogy érdekel. Igen, nem, most, hogy kötelezik az érkezést, egy picit elkezdtem foglalkozni a dolognak a lényegi részével, hogy nevesítve, hogy mit kapok. Aha, na hát akkor gondolkozz sokkal. Mi lesz az ajándékot, Tibi? Igen, megmondom őszintén azért, mert én biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy nem fogtok üres kézzel jönni. Tehát, hogy azt nem csináljátok meg, hogy úgy jöttök haza, hogy ilyen alibi ajándékokkal fölrakodva, vagy azt a reptéren megvéve egy ilyen Toblerónéval megdobtok, és akkor kiszúrjátok a szem, hanem én biztos vagyok benne, hogy valami nagyon frankót kapok. És én nagyon szívom erre magam, hogy valami nagyon jó ajándék lesz, és, és ezért egy picit csak súgjatok, próbáljátok meg körülírni, ne mondjátok meg, hogy nagyon meglepődjek, de úgy iPad. Hát Tibi, tudod, engem ismersz, tehát én napok óta itt járkálok, mint Mici Mackó, oda megyek a Janihoz, bekopogok a szobájába, hogy Jani, gyere már ki, mert mindjárt megyünk haza, hogy a Tibinek mit? Basszus, mindenkinek megvan minden, de a Tibinek mit? Hetekig kerestünk pöcsformájú hűtőmágnes, de nem tudom. Balázs, de valami almás lesz, nem? Bízhatsz bennem, tudod, hogy mekkora ajándékhozó vagyok. Igen. Nem, én úgy voltam vele, hogy inkább túlósat hoz. Hogy, mert nekem úgy van vele, hogy én szeretem az ilyen helyi jellegű dolgokat, de nekem haza ne jöjjetek valami ilyen szárító zsirászherével, nekem valami ízével, nekem valami ízé legyen. Most kifutóban van a laptopom, jó, bemix kéne az Apple, basz. Én csak Dél-Afrikában vennék almás terméket egyébként. Egyébként az a durva, hogy figyelj, körülbelül fél ár. Tényleg? Akkor viszont hozzá kettőt, alacsonyabb az áfa, igen, néztem. A fél ár az kicsit túlzás, ilyen 60%-a a magyarországi áraknak. És ilyen izék vannak rajta, ilyen bantú írás jelek vannak rajta, ilyen bök, mök, mak. Az. Ez pont volt. Így van, bök, mök, mak. Képzeld, hogy volt rajta két bök, egy mak, meg egy fő. Azt hiszem két mak volt rajta. Tök igazad van, és nem alma van itt, hanem dinnye. És az összes laptop dinnyés. Teljes, abszolút igen. Egy félbevágott, beleharapott pomeló van rajta. Igen, egy beleharapott pomeló. Hogy ebből akartam egy picit hívni a dolgot egyébként, mert mindig azt mondják, hogy a szívből jövő ajándék, mert nem azt kell nézni, hogy mit kapsz, hanem azt, hogy szívből adják. És én most szeretném ezt az egyezményes hazugságot megszüntetni. Ez a túrót igaz, nagyon fontos, hogy szívből jöjjön, de amennyiben nem frankó az ajándék, az a legnagyobb kitolás. Tehát, hogy én már bontottam ki úgy ajándékos dobozt, hogy most tök őszintén lehetek ti is. Kinyitod, eljátszod, nagyon kamu örülsz,
fél ugrálsz, mindenkit megpuszilgatsz, hogy de rég akartál ilyet, és utána a legszívesebben úgy vágnád a szemétbe, hogy arról koldul. Tehát nem mondom, ezt meséltem annak ide, hogy volt konkrétan mindig egy családtag, aki mindig egység csomagba egy tusfürdőt, meg egy sampont adott, becsomagolta, és örülni kellett neki, és annyira utáltam, egy gyerekként kell túlról örülni tusfürdőnek. Karácsonyra. És azóta már megmondtad neki, hogy teljesen fölösleges volt, és gyűlölted minden egyes pillanatát? Nem, de ha most hallgat minket. Ó, basszus. Akkor magára ismer. Akkor viszont valaki másnak kell odaadnom majd ezeket a szállodai body lotionöket, amiket becsomagoltattam neked. Na, de nem mindenki... hiszed ajánlani, mindegyiket elrakja. Neked már fogadjunk, hogy van a kézipodgyászod a 100 darab ilyen body lotion, nem? Nincs csak 50. 50. Minden nap elraktad, amit nem használtál el? Imádlak. Nagyon jó. Hát egy évig fűri belőle a család. Tök kasztoságos. Kaptatok alibi ajánlatot? Tehát volt olyan családtag, aki mindig úgy adott valamit, de mindig adott valamit, de ilyen. De azt mondtad, hogy volt. Ezt a rohadt alibi, rossz szar ajándékot, amit ez mindig tud adni. Aha, volt ilyen, szerintem ilyen karácsonykor septibe becsomagolt használt polmi, amit kaptunk például. Amikor egy picit így megébredt a kedves rokon, hogy hoppá, karácsony van, hoppá, családi ebéd. És akkor mit egy régi pulóvert? Régi pulóvert becsomagolt neked? Nem, használt kézi súlyzókat kaptam. Janikám, ebben már benne van az izom. Kicsit elgítsük a körét azoknak az ajándékoknak, amit egy gyerek nem akar megkapni, mert nem lehet neki örülni. Tehát nekem például ilyen volt a ruha, tehát hogyha én ruhát kaptam... Zokni alsogatja, így van. Zokni alsogatja, magas nyakú pulcsi. Bármilyen ruhanemű karácsonyra, tehát hogy legyen már most idén karácsony, legyen egy ilyen, hogy ruhaneműt ne adjatok már gyereknek, mert utálja. Tehát hogy ezt most mondjuk ki együtt, tehát ne. Ki kapott olyan könyvet, aminek volt beírás? De nem a te nevedre gondolom, mi? Nem, hogy lapoztál egyet, Lacikának, és ott volt egy beírás, hogy Józsikának a 12. születésnapja, és ezt megkaptad. Kaptatok ilyen könyvet? Nem soha? De nem Józsinak írnak? Nem, Balázsnak. Nem, ja? az a baj, hogy én ebben nem, a vívőként. Nem kaptatok ilyen könyvet? És kinyitod, tudod, így örülsz neki, tudod, mit tudom én tényleg, tehát mondjuk egy olyat, amit soha nem olvasol le, csendes dolgot. Tehát, hogy megkapod ezt 12 évesen csendes dolgot, kinyitod, és ott, hogy Lacikának 16. születésnapjára, és te ott állsz, Balázs, és 12 éves. Egy papírlappal. Komolyan. Le volt ragasztva egy papírlappal. Könyvet. És hogyha egy picit így olyan fényviszonyok voltak, akkor látszódott, hogy alatta mi van. Én nem akartam elhinni. És először arra gondolsz, hogy csak a nevedet írták el, és aztán rájössz, hogy nem. Ez a könyv nem neked nem. Szólt, és ezt már valaki megkapta. Mondok akkor még egyet, én ebből is nagyon sokat kaptam, elég hányatott sorsom volt, de nem közvetlen szülőktől, de nem, most én sem nehogy kiugorjon a negyedikről, hogy haja, nem ról beszélek, távoli rokonok. Kibontott, baromi jól néz ki, csokoládé, azt hiszed, hogy valami nagyon durva, bekapod, és rájössz, hogy 3 éve a bárszekrényben tárolták. Igen. És egy ilyen nikotinízzel kevert, kávé ízű, parfüm illatú. Kifehéredve egy kicsit. Kifehéredve, megvetemedve. Kicsit penészes, megvetemedve, két kukac így visszaköszön, hogy hello, Bazsi, mi vagyunk. Akik eszük a csokit. És letörsz egy kicsit, de már érzed, hogy vajon bekapod, és egy ilyen alsó, fehérnemű ízű, kávés, töltött, marakujás, parfüm ízű, lejárt már szalonnás. Már megfogod, akkor érzed rajta, hogy íve van a csokoládéna. Kaptatok ilyet? Persze. Én minden évben legalább 3 rokontól gyűjtöttem be olyan csokoládét, és megnézted a lejáratot, és kirőlt, hogy 16 aha. évvel ezelőtt hozták figyelj. Ki a csokoládét. Akkor mondok neked durvábbat, én már kaptam például lejárt szaloncukrot is ajándékba becsomagolva. És mivel egy szekrényben tárolták kicsit nikotin, fehérnemű, öblítő, dohány illatú a csokoládé. Volt ilyen? Hogy ne lehet? Igen. Imádlak benneteket, rohadtul be kell, hogy menjek. Mert innen is kirúgnak. Igen? Istenem, ilyen is valóda. Épkézláb műsorvezető, aki egy megszólalást megcsinál nélkül. Hát milyen van, tévé van, ez? De van, csak már egyet megcsinált, most megyek be a másodikra. Ki a társad? Mondd a nevét. Én nem tudom. Tatár Csillával vagy? Jó, van, mondd meg, hogy puszíjuk. Akkor sokat nem nevettek. Jó, puszíjuk a Csillát, mondd meg neki. Ne szemétkedjetek, Balázs bármit hozhat, annyit kérek, hogy 17 tolos legyen, jó? Aha, az jó. Lesz, Tibike, 17 tolos. A gatyámba lesz 17 tolos, jó? Puszi! Szevasz, Tibike. 17 lövetű. Szevasz. Hölgyeim és uraim, ez a
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok. A 86-oson Kissúlyomnál a Vasvári kereszteződésnél teljes az útzár. Strix írta nekünk, 61-es villamos üzemzavar kisiklott, és hűvös vagy felől a Szél Kálmán tér irányában a bevásárló központ előtt áldogál. Ezt Tibitől kaptuk, úgyhogy erre felé sem lehet közlekedni. A 6-os beköszönőnél elmondtam, hogy a srácok egy órácskát csúsznak, ráhúznak még az éjszakai műszakra, de ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 perc múlva már együtt leszünk majd hárman. Ők még a mai napon utoljára Afrikából, úgyhogy meghallgattuk tegnapi kaszatibis adásunkat, ami csodálatos volt, gyönyörű, vicces, tartalmas, hát ahogy ezt Tibitől megszokhattuk, és akkor ilyen 7 óra után pedig csatlakozik hozzánk majd Balázs és Jani is, de a fekete-fehér igen nemet nem hagyhatjuk, természetesen játékos nélkül. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Ennyien soha nem jelentkeztek még a játék történetében arra a zseniális ötletemre, hogy ki lehet hívni Balást és Janit, mert úgyis passzívak lesznek és nyerni fogtok. Nagyon sokan lecsaptatok erre. Claudia a szerencsés. Szevasz, Claudia, hello. Szia, szia, szia. Hello. Na hát kit választanál a játékban? Hát téged, egyetemben. Jó, rendes vagy. Én ezt így bedobtam reggel, mondom, én már játszottam a héten, nyertem egyet, volt egy másik játékunk, ugye Balázzsal, ő is nyert, tehát gyakorlatilag a hét az miénk 2-0-ra, és akkor bedobtam, hogy válasszátok, vagy a Janit, aki még nem játszott a héten, passzív játékérőt megintjük, és akkor biztos nyer a hallgató. De ez becsülöm, hogy ilyen jó fej vagy, hogy azt mondod, hogy mégiscsak küzdeni akarsz. Hány éves vagy, Klau? 17. Középiskola? Igen, igen. Élesen kitalálta. Mi, hova jársz? Milyen jellegűbe? Közgazdás. De az hogy jön egy 14 éves ján gyereknél, hogy egyszer csak azt mondja, 17. hogy... 17. De amikor kitaláltad, ja, hogy te közgazdász leszel, vagy közgazdász iskolába jársz, akkor az hogy jött 14 évesen? Hát. Ez azt arra csaptál, anya, szeretnék közgazdász lenni. Szeretem a matekot, és így nagyon vonzott ez a szakma. Aha. És az is a terv, hogy ezt fogod majd csinálni? Hát valószínűleg igen. Kemény. Nagyon jó. Nagyon jó. És csak jó matek kell hozzá, mi kell még? Hát matek, meg igazán logika. Meg logika. Jó, van a műsorvezetői hármasból, azt hiszem senki nem lenne közgazdász, egyikünk sem. Anna, te mit csinálsz itt? Már ne haragudj. Én fogom mérni az időt. Jó ide, jó. Ellenőrizlek benneteket, Claudia. Ez van. Csak elmondanám, hogy pont egy perces a kis zene, ami alatta van. Tényleg? Aha, ezt nem vetted észre? Csak 6 éve játszik ezt a játékot. Vagy 5. Tényleg pont egy perc? Hát akkor meg mit nyomkodom én? De ne maradjál. Na jól van. Jó. Hát Claudia, akkor kezdjünk bele. Jó, sok sikert, akkor én vagyok az ellenfél. Anna? És akkor visszaszámoljak, hogy Jani szokta? 3, 2, 1, fire! Kérdezzél. Esetleg, hogy tetszett Afrika? Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Hallgattad végig, hogy kint voltam? Nagyon izgalmas volt, és milyen volt az ottani kaja? Hogy itt lett? Hát, az határeset. Sok újdonsággal összefutni, a szerencse elkerült engem. Értelmetlen magyar mondat volt. De értetted, ugye? Persze, de gondolom ismeretlen volt számodra. Ismertem, mert alapvetően angol kaja van. Te ismered az angol kaját? Finom, nagyon, aha. Tényleg? Szereted? Ízletes. Vannak benne különlegességek. Egyet mondj, kérlek. Steak. Steak. Hát azt azért itthon is lehet enni, ugye? De hát azért ott mégis más. Más? Finomabb? Finomabb. Ízletesebb. Ízletesebb. Biltongot ettem, azt tudod mi? A biltong. Ismeretlen számomra sajnos. Meséltem róla pedig. Igen. Ajjajjajjaj, hát miért? Claudia, miért? Miért a végén? Hány másodban? 57. Hát mit csináljak veled, Claudia? Hogy legyen ez? 57 másodpercig kibírod, gyönyörűen játszol, én magam mondtam egy olyan mondatot, ami Grécsi László így sírva írta föl. Hogy sírva írta föl, hogy ki ez az elmebeteg hülye? Ezt írta hozzá egy kérdőjellel az én mondatomra, hogy kikerüljem a nemet, mert olyan gyönyörűen játszottál, hogy egyszerűen kerestem rajtad a fogást, és ez az 57. másodpercnél bedurrantod az igent. Játszok újra. Nem lehet, nem lehet. És tudod mi van? Most a következő a helyzet. Vigéckedhetnék, hogy egyedül vagyok, és azt mondom, hogy jó fej leszek. Tudod, mit fog kapni a Balástól?
Na mit? Hát semmi, szétszed. Azt mondja, hogy mert hogyha neked most megadom az 57. másodpercben, akkor azt mondja, hogy minden hallgatónak meg kell adni az 57. másodpercben. Így van. Ugye? Igen, ezt komolyan kell játszani, sajnos. Hát majd máskor. Így van. Jó, Claudia, nem tudunk más csinálni, tényleg nem adhatom meg, mert nyilván eljut a főnökséghez, és azonnal kivégeznek bennünket, téged és engem ott fogunk hátrakötött kézzel állni érted a kivégző osztag előtt, sírva fogunk könyörögni az életünkért, úgyhogy marad neked a matematika, meg a logika és a közgazdaságtan. Rendben. Jó, de örültem nagyon, jó fej vagy, és nagyon jól játszottál, puszi, szia. Rendben, szia. Hello, egy perc múlva lesz 7 óra, annak köszönjük szépen a mérést, tényleg aranyos vagy, és örülök, hogy egy újdonságot árultam el, hogy 5 év után, hogy a zene pont egy percig tart. Én éreztem, hogy megy fölfele a zenei éve, de nem, én sose elmértem. Ez mindig az, hogy a pittyenést hallottam a Jani kezébe az órát, ez meglepő jó, volt. Jó, mondjuk ez a hivatalos. Ma is tanultam ez valamit, a hivatalos, érted? Ebben igazad van. Egy perc múlva lesz 7 óra, jövünk a friss hírekkel, és utána pedig csatlakozik hozzánk az afrikai különítmény is. Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Anya. Sziasztok, jó reggelt. A mikrofon állványnak mondta. Hello, igen, Jani még egy kicsit küzd itt a mikrofon állványnal. Egy óriási birkózás van a stúdióban, mert a mikrofon állvány nem akarja megadni magát, se a füles. Ők ma nem szeretnek téged. Utolsó nem reggel. Nem akarnak felmenni a fejedbe. Így, igen. Se füles, se tigris, semmi cimat. Se farkad. Nem is beszél. Igen, semmi. Na, hát egy picit később jöttünk, már ami ugye így a kezdést illeti, de csak mi ketten, igazából talán, ha lehet mondani, indokoltan voltunk egy kicsit távol, Feri viszont tartotta a frontot, és Jézusom, de szürreális, hogy birkozol ezzel az állványjal. Miért nem vetitek le magatokat a földre, és hemperektek még ott egy kicsit? Mert te meg az semmit állvány. Nem segít ezzel a... Ja, az állványjal egy. Feri viszont tartotta a frontot, és itt van már 6 óra óta, ha minden igaz. Jól mondtam? Jól beérkeztünk. Reggel jól, ugyanolyan igazán voltam. Igazán lelkiismeretes vagy. Persze, már tegnap mártonnapi mulatságon voltam, úgyhogy itt 11 órakor megfordult a fejemben, amikor megpukkantottunk még egy palack vörösbort a libához, hogy hát csak jó lett volna hozzátok csatlakozni ez a 7-10-es kezdéshez, de aztán itt voltunk reggel, úgyhogy megcsináltuk, amit meg kellett csinálni. Van egy újabb gyönyörű győzelmünk a fekete-fehér igen-nemben, bár zseniális nagyon ötletem volt. Azt mondtam, hogy benneteket kell kihívni, tehát az utolsó afrikai lehetőség, hogy veletek játszom valaki, és akkor passzív játékért megintjük mondjuk a Janit, mert ő nem játszott még nagyon a héten. Jó. Passzív játékért téged megintünk, de Claudia nagyon rendes volt, és azt mondta, hogy ő vállalja a harcot. Figyeljetek, olyan tünemény 17 éves gimnazista lányjal játszottam, és olyan profi, hogy el nem tudom mondani, az 57. másodpercben bedurrantott egy igent. Úgyhogy 3-0-ra ezt a hetet vittük. Tudod, ahogy szoktam mondani, hogy mondám, hogy sajnálom, de nem akarok hazudni, hogy most miért érted. Tehát, hogy azért sokkal őszintébb a viszonyunk annál, mint tiszteljük hogy a hallgatókat, egymást is, ne hazudjunk. Sokkal őszintébb a viszonyunk annál, mint hogy elmondjam, hogy hát jaj, de sajnálom, milyen kár érte, hiszen hát majdnem megnyerte. Dehogy kár. Sokkal inkább azt mondja, aha, jó, de jó, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy 3-0-ra vittük ezt. 3-0. 3-0. Arany gyerekek, 3-0, arany 7, így van. Így van. Arany 7-et zárunk, olyannyira, hogy egyébként hát utolsó adásunk felkerült az a bizonyos V betű a táblára itt a rádió szempontjából is, mert hogy ugye holnap meg már utazunk, ha minden igaz. Bizony. Ami azért tart egészen sokáig, úgyhogy hétfőn jelentkezünk majd újra. Finito amigo, por favor. Így van. Igen, hát ezt a nyelvet itt nagyon sokan nem használják. Jó, látom már ez a reggeli szép lesz. Így van, ezt mondjuk mindenkinek, hogy így finito van. Amigo, így van, és így ezzel a mondattal csekkolunk ki, és holnap visszakérdeznek, sorry sir. Sorry sir, sorry, mit mondod? És ezzel a mondattal holnap kicsekkolunk a szállodából, úgyhogy holnap után a legjobb pillanatok között néhány afrikás rész és néhány az elmúlt pár hétből szerintem, ami így ismétlésre kerül. Ez szerintem így bőven belefér.
Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Meg is dumáltuk. Óvásnak helye nagyon nincs. Szépen köszönjük, hogy ezt az aláírásoddal igazolod, mint egy alátámasztva a felelősségünket ebben a nagyon-nagyon fontos kérdésben, hogy holnap-holnap után ismétlés megy majd. Így van, hiszen... dedikálva általam for hallgatóink. Jó. Most már spanyolt nyomjál egész reggel, jó? Ne legyen for, meg ilyenek. Németből jobb vagyok. Akkor legyen az. Okay. Igen, Hánszul sokkal jobban nyomott egyébként, igen. Na, nézzük gyorsan egy-két közlekedési hírt, csak hogy mi a helyzet az utakon. Oké, okay. Weiter. Jó, közlekedési hírek. Közlekedési hírek, kettős pont. Kistarcsa kerepesi út, őrsvezér tere jól járható, de erős a forgalom, szélvédős Feri. Én kicsit le fogok akadni a beceneveken, de én szerettem továbbra is a beceneveket, a szélvédős Feri nagyon jó. Milyen lehet az indexes Józsi? Így van. Vagy, vagy szélfogós. Szélfogós, de ez a szélvédős Józsi, indexes Béla és kormánykerekes Armand. A 37-es számú főúton Szerencs felől Miskolc irányába a Házdeli lámpás kereszteződésben jobbra fekete Skoda Fábiából mérnek a rend korán kelő őrei. Atya Isten, milyen szép esemes ez is. Peszentimre felsőnél a Nagykörösi úton továbbra is dugó van, a buszok kb. 10 percet késnek. Ezt Ari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tartsatok ki, véreim. Így van, tartsatok ki. Mindenki tartson ki, aki most Peszentimre felsőnél van és áll a dugóban. Azt nézem még, hogy baleset Gesztely és Miskolc között, lassítson mindenki, Laci bácsi és Roli is elküldte nekünk, valamint a Sorok-Polányi kereszteződésben baleset van a 68-as főúton, aki tud kerüljön, üdv Bazsi. Azt a mindenségét. Mennyi közlekedés érezted? Csak így olvasom, és sosincs. És olyan, igen, tökre az volt az érzésem, hogy ez biztosan nem fog befejeződni most perceken belül. Milyen volt a mártonnapi mulatság? Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Kecskét sütöttünk Mártonnapra, képzeld el. Na, kicsit újra gondoltátok. Igen. De hol? Egy haveromnál volt. Megint felszedtétek a parkettát? Nem nálunk. Bogi barátomnál, aki fiú, neve ellenére, Bogi. Nála. De női ruhákban is festi magát? Nem, van neki felesége és négy gyereke, csak hát a Bognár névből Bogi lett belőle. Jó! Innen eredeztethető, van az neki egyébként nem jelent semmit, ismerek olyan közszereplőt, akinek szintén van feleség és gyereke, pedig köztudott róla, hogy na mindegy. Hogy előszeretettel bújik a feleség női ruháiba, de miért nem akarsz erről beszélni, Balázs? Ki is lehet ez? Ugyan árult már el. Igen, ugyan árult már el, hogy kibújik szívesen a felesége ruháiba, igen, bent a gardróba. Igen, szóval, hogy Boginál voltunk. Szóval Boginál voltunk többen, gyerekek odafönn játszottak, megtörtént a házasságkötés, az ő fia és az én lányom összeházasodott. Tegnap, igen, 6 évesen, hát így ide. Alakult. Mondom, hogy jó buli volt, de a gyerekek nem ittak. Kecskét kapott a Bogi, és azt megcsináltuk, de indiai volt az liba arra. Is. Miért lenne a lányom indiai? Miért lenne a lányom indiai? Hát mert ott vannak ezek a gyerekházasságok. Hát figyelj, jó kell választani itt az elején kitalál. Nem, arra mentünk be, miután elvégeztük a dolgokat odakünn a sütőhelységnél, a liba is megsütött meg minden. A kertbe. Így van. Így van. Nagyon jó. Az csak a házigazda teheti meg. Elvégeztük a dolgunkat odakünn a kertbe, de fura buli. A férfiak kint a kertbe, a gyerekek házasodnak a szobában. Milyen fura buli volt ez. Nagyon tetszik, ez nagyon jó. És erre mentünk be, hogy ők szeretnének valamit mutatni, hogy üljünk le, mi szülők, hát aki bírt még ülni, az ül. Aki nem, az már lefeküdt a dologba, és akkor bevonultak, rendesen volt házasságkötő, az egyik gyerek azt vállalta azt a posztot, és nagyon komolyan, hogy kedves panna, akarod ezt? Egyik gyerek vállalta azt a posztot, úgy értettem, hogy az egyik gyerek megette az asztallapot. Jézus! Nem tudom, hogy mit kaphat otthon, de hogy nincsen benne kalória, az biztos. Az egyik gyerek megette az asztallapot, és gondolkozom, aha, fú, hát ez elég kemény, nem? És biztos rákérdezett, hogy ez milyen hús, orja? Nem, pozdorja. Úristen, basszus, tudod, aludtam, kicsit elvoltam, igen, a Feriéknél meg az egyik gyerek megette az asztallapot. Aha, Józsika, tedd le azt az asztallapot, ne edd meg megint, hát nem otthon vagy. Otthon megeheted az asztallapot, de Bogiéknál nem eheted meg az asztallapot. Elképesztő, hogy mi több ezer kilométert utazunk azért, mert azt gondoljuk, hogy itt jó lesz, de az igazi buli otthon van. Látjátok. Gyerekek asztallapokat esznek Feriék buliában. Igen. Na.
És akkor? Ez semmi, megnéztük a házassági ceremóniát, ez kétszer volt gyűrű is, volt ünnepi zene, táncoltak, aztán mindenki hazament. Hát körülbelül ennyi, de azt gondolom, hogy nem akarok több részletet elárulni, mert már így is kivertem a biztosítékot nálatok ezekkel a dolgokkal. Tehát ez nagyon jó. Ez de nagyon jó volt. Hát Márton napon libát kell lenni, ezt gondolom ti elfelejtettétek, úgyhogy az jövő évben éhezni fogtok. Sajnos ez nagyon van. Jó. Igen? Ezt mondja már, aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Uh-huh. Így a már évek óta mellőzöm a libát. És hogy állsz? Hát nézd, viszonylag jó. Figyelj, azt csak gondolom, viszonylag jó. Jó, a lúdláb torta is jó egyébként, mert lúdláb, érted? Tényleg. Egyébként tényleg jó. Tényleg, és valószínűleg ezért úszhattam meg. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ne légy, ne légyetek be a mámásba. Ne csináljatok éreket, hogy a jó lúdláb. A lúdláb is, mert hogy az is... De jó vagy nem jó? Jó. Jó. A lúdláb torta jó. Te nagy vagy. Márton napra jó a lúdláb torta. Igen, nagyon nagy. Figyelj, én ezen túl visszamelőleg nem, de mert már elég sok lúdlábat elfogyasztottam az elmúlt években, de én jövőre Márton napkor lúdlábat fogok fogyasztani. És így őrzem a hagyományokat is, és eszek is finom sütit is. Így van, és nem követsz egy gyilkosságot liba ügyben. Hát azért visszatekerném ezt a fél percet, hogy mit mondtál, oké, hallgassuk, visszajárom. Tulajdonképpen mit mondott ebben a fél percben, kedves hallgatók, nem sokat. Igazából valami süteményt akar majd megenni, hiszen hús nem el. A lúdlábat mindenképpen. És az indiai rokonok élvezték? Persze, vagy a lendő rokonok? Mert hogy ugye a gyerekházasság végén ugye... amikor pezsgőt bontottunk, és a pezsgős üveghomlok tájékon csattant az egyik indiai vendégnek, úgyhogy megvan a piros pöttyis. Mert hogy gyerekházasság van. Homlokon lőttek pezsgős dugóval egy indiait, érted? Érted? Mit gondolt az indiai? Felszedték a parkettát, sütik a kecskét, kint végzik a kertben a dolgukat, egy gyerek megvett egy asztalapot, és valakit egyébként homlokon lőttek. Figyelj, egy pezsgős dugóval. Ezzel semmi gond nincsen. Szerintem Feri így is nagyon boldog volt, mert a leánya révbe ért végre. Azért egy komoly indiai érdekházasság, érted? Figyelj, ilyen bulik tegnap Nábob Maharadzsa. Holnap mi lesz abból a gyerekből, érted? Nincs oda jövő, vár rá. Úristen, ha ilyen bulikat nyomtok, én hadd menjek át, csak leülök egy karosszékbe, iszom valamit, és nézem. Nekem ez elég, hogy egy indiai embert fejellőnek pezsgős dugóval, egy gyerek megeszik egy asztalapot, bejön Józsi és Feri, hogy kint végezték a kertben a dolgukat, a gyerekek közben házasodnak, és közben libát esznek, és van, aki nem eszik húst, az lúdlábat. Nekem ilyen, ez a buli elég. Ez egy visszafogott keddeste volt. Igen, mi lehet pénteken ugyanebben a buliban? Tudod, én bele sem merek gondolni. Micsoda hangulatrobbanás lehet ott. Igen, vagy szombaton, de ezt mennyire szerettem egyébként gyerekkoromban, amikor így a felnőttek, ez nagyon klasszik kép lesz, amit mondok, most nagyon-nagyon rá fogtok fűzni, hogy a felnőttek dajdajoznak kint a nagy szobában, miközben a gyerekek bent játszanak a szobában. Ugye milyen durva? Az nagyon durva. Így van. Érted? De mit csinálhatnak egyébként? De nem tudom, mire gondolok, hogy gyerekfejjel az egész ilyen kicsit furának tűnik, hogy ott ültök ti gyerekek. Nem értitek. Halljátok, hogy a felnőttek dajdajoznak. Nem nagyon értitek, hogy mind nevetnek, mi ez a mulatság, iszogatnak, jaj, alkohol. És bent játszátok a kis gyerekes játékaitok. Igen, hogy milyen fura, bizonytalan hangja anyunak és apunak. És igen, hogy miért éneklik már másfél órája azt, hogy most viszik Dominikáné lányát, bíborba. Én rengeteg ilyen bulira emlékszem, hogy átjöttek a kis barátok, és te a szobában játszottál, kicsit furák voltak a felnőttek, mert a hangos hallgatták a zenét. Jöttesek? A te a szobában játszottál? Igen, a te a szobában. Ez csak nálatok fordulatot volt elő. Volt süti szoba, te a szoba, room szoba, szibar szoba, és nem, a gyerekek voltak a te a szobában. Nem, hogy te a szobában játszottál, nem te a szobában, hiszen nem jött egy ember, aki teát szolgált föl, hanem te mind gyerek. Bejöttél a szobába, elkiáltatod magad, hogy egy körrum, persze. Egy körrum. És te gyerekként játszottál a szobában, és akkor elindultak ilyen nagyon fura játékok, hogy mutasd meg, mit van, én is megmutatom, mi van, miközben a felnőttek kint hasonlót játszottak, csak már nem ilyen szemérmesen, mint a gyerekek, érted? Így van. Ott éppen fogdosták az anyádat, meg érted ott közül. Erre nem emlékszem. Nálatok ilyen buli volt? De. Kinyitottad a szobát, ott táncoltak. Ha erre esetleg lenne egy 9 mm-es felvételed otthonról, vagy valami kis fekete fél. Igen, daguerotípiáim. Igen, valami amire rácsodálkoztak annak idején az offotérben. Gyere mászni, meg ezt nem fogod elhinni.
Nekem egyébként a régi filmelőívással kapcsolatban mindig ez volt a fixa ideje, hogy nem mertem soha semmi olyan képet csinálni, olyan tartalmú képet, ami mondjuk egy picit is kellemetlen lehetett, ami miatt, amikor oda mentél a pulthoz, ilyen nagyon furán néztek egymásra, és oda gyűltek mindannyian, és könnyökkel lögdösték egymást. És amikor mentél a képér, akkor mindenki kint állt a pultnál, és vártak, hogy így van. Ez az a gyerek, nézd, srácok. Ezek voltak azok, akik csótányjelmezbe öltözve, tudod. Az a durva, hogy legyetek benne biztosak, hogy az összeset megnézték. Az összeset. Minden. Ó, valaki egy picit megcsúszott. Minden oké? Okay. Mindjárt jövünk. Jó, nézzétek meg, menjetek. Kimegy a két srác a folyosóra, mert valami irgalmatlan csattanás volt. Na mi az? Semmi, csak valaki szerintem leesett két emeletet. Annyi van, hogy most tatarozzák egyébként a hotelnek a homlokzatát, és én amennyire így kívülről szakmai szemmel, vagy álszakmai szemmel, kontár szemmel megnéztem, nem rögzítik az állványt a falhoz. Igen. És most valaki szerintem utányult a disperzites vödörnek. És megint. Jó, igen, megint. Nagyon fura történetek vannak itt egyébként. Elmondanék egyet, nem baj? Nem, sőt, izgatottan várjuk. Igen, igen, és aztán visszatérve a fotókra. Visszatérve a fotókra egyébként, biztos vagy benne, hogy megnézték. Következő történt velem egyik hajnalban, itt ugye a forgatás után, míg az emberek kicsit lacit iszogattunk, bemegyek a szobába, már egyébként világosodik. A sajátodban? Hát remélem, nem feküdt senki az ányok. Bemegyek a szobába, és gondoltam, hogy hát akkor alszom kicsit, de jó, el volt húzva a függöny, de láttam már, hogy világosodik, beengedek egy kis fényt a szobámba, hiszen természetes fény, mert sokkal jobb aludni, én szeretem, hogyha hajnalodik. Ez egy hétvégén volt, amikor nem kellett szombaton rádiózni. Elhúztam a függönyt, klasszikus félbejelet, amikor itt fogod a két sötétítő függönyt, és így széthúzod, tudod. Mint amikor fölébredsz reggel. Csak én így akartam elbúcsúzni a hajnaltól, hogy széthúzom a függönyt. Kinézek. Light my fire, come on, come on. És azt látom, hogy egy fekete csávó a harmadikon így néz be velem szembe az ablakon. És ez azért fura, mert velünk szemben nem volt eddig épület. Valamit a sorozóban vagyok, gondolta Balázs. És abban a pillanatban elkezdtem gondolkozni, aha, fú, hát érdekes hely ez a Dél-Afrika, és fogtam, és visszahúztam a függönyt. És megint elhúztad, de akkor már egy elefánt volt, hatalmas ormány. Egy fekete elefánt. És ezt játszottam egészen délig, egyszer egy elefánt, elhúztam, egyszer egy zsiráf, aztán egy kakadú. És kiderült, hogy tataroznak, amiről te beszélsz, így van, és a csávó a mi oldalunkat tatarozta, és ott éppen csinált valamit az ablakon mellett, és azt látta, hogy jön egy fura fazon, aki egyébként le akar feküdni, széthúzza a sötétítő, és így kinéz. És hajnali négykor így odaléptem az ablakomhoz, hogy oké, széthúzom, és ott állt egy ember, és így nézett be rám az ablakon a harmadik emeleten kívülről. Mondtam, inkább összehozom a függönyt, és lefekszem aludni. És rájöttem reggel, mert láttam az állványt, igazából nem halucináltam, hanem ott tataroztak. Bizonyám. Éjjel 4 órakor egy csávó. Erre emlékszem egyébként, mondtad is másnap, hogy idős bácsi renovál, tataroz. Csak mondanám, hogy persze, lehet itt mindenféle gúnyoros szójátékokat űzni ebből a nagyon durva szürreális kalandból. Igen ám, de amikor 4 órakor te bemész a szobádba, látod, hogy hajnalodik, széthúzod a sötétítőt, és egy fekete ember néz veled szembe az ablak másik oldalán, úgy, hogy egyébként olyan, mintha lebegne, mert nem látod az állván, csak mozdulatlanul néz rád, és nézitek egymást 10 másodpercig, majd visszahúzod a függönyt. Ő mit gondolt? Ezt letatarozom, ezt az ablakot. És egyszer csak jön egy csávó, széthúzza a függönyt, és így riadtan néz rá. Néztük egymást 10 másodpercig, és aztán visszahúzod. Nem itt probléma. Ez legalább. Mesztelen voltál? Nem emlékszem. Nem, ez az igazi nem. Tessék! És tudod, amikor nézitek volt rajta szemöldök. Volt rajtam két szemöldök, hogy három annyi egy. És így néztük egymást, és azt mondtam, hogy nem, ez nem a realitás. Ez nem történhet meg, hogy egy fekete ember egy fehér kezes lábasban lebeg az ablakom előtt. És akkor ezzel a tudattal feküdtem le, és reggel értettem meg, hogy tataroznak. Amit most hallottunk, hogy igen, majdnem hogy valaki leszakadt. Picit megcsúszott valaki, és arccal landolt. Igen. De figyelj, ez nem itt probléma. Mert itt mondjuk most így elmegy. De ha jövő héten szerdán is mondjuk, Diósdom még mindig ez lesz. Érted? És még mindig látsz egy fekete embert tatarozni házatoknál. És jövőbe csütörtökön elém, és képzeljétek el, hogy letettem a Benit, széthúztam a függönyt, és egy négyfejű sárkány volt az ablakom előtt. És ezt így elmesélem, akkor már onnan fogjátok, hogy Balázs, lehet, hogy jó lenne a pihennél kicsit, mert lehet, hogy kicsit túlterhelt vagy. Na mindegy, tataroznak, de szabad ne feled, ez behaladszik, Feri? Most nem. Hallod egyébként? Nem most hallottam. Nem hallom. Most arrébb húzták az állványt. Most húzták arrébb az állványt. Elviekben ötten kellene hozzá, csak sietnek is. Ezért egy ember húzta arrébb. És most ezt hallatszódott be. Igen.
Szóval, hogy visszatérve a fotókra, legyetek benne biztosak, hogy megnézték. Hogy megnézték. És onnan tudom, hogy egyszer bementem a harmadik kerületi Flóriánba, emlékeztek? Uh-huh. Ott van egy üzlet. Igen, aha, Óbudán. Óbudán a Flóriánba, igen. De hogy megyek ide, jöttem. Micsoda? Ez volt a reklám, nem emlékszem? Ez a reklám. Flórián üzlet központ Óbudán. Így van. De hogy megyek, ide jöttem. Így van. Leszáll az ember a valamelyik tömegközlekedési eszközről, és akkor azt mondja, hogy dehogy megyek, ide jöttem. A mi generációnk ilyen reklámokat néztek, hogy dehogy megyek, ide jöttem, és csodálkozok, egy fekete ember lebeg az ablakom előtt egyébként. Hát ilyen reklámokon szocializálódtunk, még jó, hogy más lebeg az ablakom előtt. És mi volt? Bement egy ember, és elmondta, hogy dehogy megyek, ide jöttem. Miért? Hát most az jobb, hogy sugár, 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 há. Azon gondolkodtatok egyébként, hogy ez hogy volt leírva annak idején? Igen. Hogy mennyire nem értették a szinopszist? Sugár, sugár, sugár és egy H betű. Igen. És akkor azt mondja, Andorom, gyere már ide egy pillanatra, légy szíves, hogy ezt így megmagyaráznád, kérlek, Alással, légy szíves, kedvesen. Nem is ő. De miért azt mondta, hogy offot ért, váóvá, ez kell nekem? Így van. A váóvá. Offot ért, váóvá, ez kell nekem? Azt mondod, hogy ez kell neked? Mert egyébként ott volt egy offot ért a harmadik kerületben, és végigmentél a Flóriánba, és bármere mentél, mindig reklámokat mondtál, bementél az offot értbe, azt mondod, offot ért, váóvá, ez így kell van. Nekem? Utána mentél tovább a Flóriánba, azt mondtad, nem, ide megyek, jövök, vagy mi volt? Megyek, jövök? Az offot értnél? Nem, utána mi van a Flóri, mi volt a Flórián szlogen? De hogy megyek, ide jöttem. Így van. Megyek, ide jöttem. Na mindegy, nem is ez a lényeg, ott dolgozott egy ember, aki állt. Olyan volt veled, hogy mondjuk bementél valahova, mert azt gondoltad, hogy ide most benézek, és egy-két dolgot kinézek, mindjárt jobban kinézek? Skála kópé. És az. Olyan volt, hogy álltál egy üzlet előtt, és azt mondtad magadnak, bemegyek, kijövök. Ilyen volt? Volt ilyen neked? Hogy azt mondtad, hogy bemegyek, kijövök. Aha. Mert nem, ha volt, akkor ugyanarról beszélsz, amiről én. Azért ugye? Nem volt ilyen, mert én általában ezt a dolgot úgy éltem meg, hogy mert én olyan helyekre jártam, ahova mondjuk azért ment valaki, mert nincs pénze. Valaki pedig azért, mert van pénze. Igen? És volt olyan hogy voltál valahol. Elmentél valahova. És nagyon sok energiád volt. És aztán egyszer csak elkezdett fogyni az energia, és azt mondta, hogy jöjjön valaki, fogy az energia. Ez megvan, ez a reklám? Ez abszolút valaki, megvan. Fogy az energia, és egy kicsi rajzcsávó ott ugrabugrált, jöjjön valaki, fogy az energia. Ez volt a duma, de nem tudom már, mit reklámoztak ezzel. Nincs meg? De hogy lett volna meg? De amikor energia? Úgy éreztem, hogy fogy az energiám, akkor mindig örömmel tapasztaltam, hogy ott van a közelben egy hentes, például. A hurka gyurka, mi? Így van. Hű, de jó, sütnivaló hurka, télen-nyáron jó. Itt a kenyér, itt a só, hurkát enni mindig jó. Jézus, atya, úristen. Igen, ez nagyon kemény. Közben írtam még egy hallgatónk, de jó. És olyan jött, hogy csak úgy jöttél, mentél, és közben jövet menett a karék szövetkezett? Nem baj, van baj. Na, szóval, de ne kanyarodjunk el, mert ebben a történetben volt most 4 leágazás többek között. Az ember, aki lebegett az ablakod előtt. Így van, vagy például a reklámszlogenek, de nem, hanem a fotó. Szóval, hogy megnézik. Szóval, megnézték. Egyébként nyilván, ha te egy ilyen helyen dolgozol, és fura emberek adnak be fura képeket, hogy hívasd nekik elő, és már az előhívatásnál nagyon volt képük furák. Hozzá. Volt képük hozzá. Igen, szóval a lényeg, hogy az összes fotót látják. Szerintem ők egyébként gyűjtötték ezeket. Ja, biztos, hogy volt másolat belőle. Megnyugodt. És azt biztos, igen. Hogy volt másolat, de tudod, biztos, hogy volt másolat? Hogy ő nézi azt a képet, amit néz, és csinál egy fotót arról, ahogy nézi azt a képet, és készült egy olyan fotó, hogy ő nézi azt a fotót. De nagyon rajta szeretek volna lenni a képen, ezért készítettek egy olyan fotót, ami rajta volt az, aki nézte a fotót, és az, aki azt fotózta, aki nézte a fotót. Ebbe biztos vagyok. Sem értem. Na jó van. Szóval jó buli volt, ez a lényeg, ezt akartam mondani tegnap. Na, szóval akkor a hármas ugrásba beúsztok a harmadikat is. Ez a lényeg. Jól van. Lehet jelentkezni játékra, mert hogy játszunk, természetesen Fekete Féligen nem, már túl vagyunk, viszont Óven bácsival és Beru nénivel játszunk. Jó, ha valaki szeretne jelentkezni, akkor egészen nyugodtan jelentkezzen SMS-ben. Ha van friss közlekedés, természetesen azt is várjuk, küldjétek SMS-ben. Jönnek a hírek. Ákosunk van ma? Meglepi! Ne! Na! Képzeljétek, ne. Ákos elment Karolina. Szabira. Na, azon meglepődnél. Ákos elment Szabira? Igen, nagyon régen volt az. Szabadságon, ezért elküldtük.
ez a szabadságkór, ez ilyen terjed, nem? A Csabi elkezdés, és Ákost is megrázta, mint az ipari áram, és most már mindenki megy Szabira. Na, meghallgatjuk akkor a meglepetés híreket. Jó, lehet közben jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 7 óra múlt pontosan 43 perccel. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, az utolsó adás 9000 kilométerről. Itt közben tényleg tataroznak a behallatszik, ezt halljátok, mindenféle állványokat tolnak ide-oda arrébb, de tényleg durva hangja van. Szóval, hogy az utolsó adás, mert ma kis csapatunk elindul. Ja nem, hát ha ma elindulunk, akkor nagy baj van. Igen. Este. Hol vannak a Janiék? Rosszul foglaltunk nekik a repülőjegyet. Elindultak délután. Sárcok, a repülőtére. Most hol vagytok? Johannesburgban, mi? Igen, még lenne egy kis dolgotok este? Igen? Már várjuk a gépet Frankfurtba. Szóval, hogy holnap útnak indulunk, és ezért holnap után két nap legjobb pillanatai, de nyilván nem annak a napnak a legjobb pillanatai, hiszen akkor az nem létezne, csak úgy a nap legjobb pillanatai, hogy a két hónap, vagy a másfél hónap legjobb pillanatai. Igen, mert ha így annak van. A napnak a legjobb pillanatai mutatják, akkor az lenne, hogy ott állunk a szállod előtt csomagokkal és indulunk. Így van, és végig azt hallanák a hallgatók, milyen durva lenne, hogy 6-tól 10-ig holnap végig hallgatnák élőben, hogy kicsekkolunk, beszélgetünk, felszállunk a repülőre, és menne az adás úgy, hogy mi nem tudjuk, hogy adásban vagyunk. Az lenne a legkemény. A napszemüveged, megint ott tetted a napszemüvegedet. Ja, tényleg, jó. A minibár tényleg nem kell kifizetni? Nem. Jó, akkor visszaszaladok még egy kicsit. Talán biztos van még benne valami. Akkor kihozod még a csokikat. Igen. Vajon 15 darab tusfürdőnek orrőnő fognak otthon ilyen kis kiszerelésben? Felszállásnál mindig izgulok, megint megfogod a kezem? Tudod, csak igen. Csak ilyen lenne. De jó, hogy megvettem ezt a pelenkát, már most izgulok. Gyerekek, adásban vagytok, írná nekünk nagyon sok kedves hallgató, de nem látnánk, hiszen nem lennénk SMS-val közelben. És 6-tól 10-ig ez lenne, hogy repülünk, horkolunk, igen, alszunk. Na mindegy, ez valószínűleg nem lesz. Mérnek szürke Skodából Hajdúböszörményben, Hajdúhatász felől Pampalini küldte nekünk. 51-esről az M0-ásra felhajtott, az M51-es M3-as felé valaki, és emiatt lezártak valamit. Felhajtás csak a körforgalmon keresztül. A sör kb. 5 km, hát az hosszú sör. A sor kb. 5 km nagyon hosszú, ezt Paca küldte nekünk. Aztán a Csepeli temetőnél mérik a halásztelek felé haladókat, a szervizes Józsi küldte, és a Megyeri hídnál Buda felé a körforgalom egy részét lezárták, Budakalász felé lehet csak lehajtani, torlódás a hídon. Kaptuk ezt is SMS-ben, illetve valaki írta, hogy szeretlek. Na. Semmi alá. Kinek írta? Nem tudom, én ezeket mind magamra veszem. Mondd neki, hogy te is. Az összes ilyen SMS-t, ami félre megy, magamra veszem. Aztán jött még SMS, hogy gyerekek, ne felejtsétek el, holnap 10 milliós nap, úgyhogy az utazás alatt is csak pozitívan. Tényleg? Ezt nyilatkozik. Holnap? De jó. 10 milliós nap. Akkor éjfél után kell menni kaszinozni. Te akkor egy gépen fogsz ülni pont. A 10 milliós nap nem azt jelenti, hogy felrakod a 17-es feketére, itt szembe velünk van egy kaszinó egyébként, és az megtörténik, az valósággá válik. Ha nem, most játszom a hülyét, de jól. Most, ha nem, most annyira profi rádiós voltál, eljátszottad, mintha nem tudnád. Az vagy én se tudom. Nem, a 10 milliós nap, amikor a gondolataid ugye felerősödnek, állítólag. És minden, amit teremtesz, amit kívánsz, akkor nagyobb esélye van megvalósulni. És akkor ez holnap. De nem holnap. Igen. Valósul meg, mert akkor átmenél a kaszinóba, és azt kívánnád, hogy legyen 17-es. Ebben az évben valósul még meg? Hát ez egy hosszú folyamat lenne, nem mutatnálak ezzel benneteket, mert rájönnétek 10 perc után, még mindig beszélek, és nagyon unalmas, és így leborulnátok a pultra, Feri már kimenne innen egy kávét, Zsül, leönteni magát benzinnel, meggyűjteni, és még azt érezni, még mindig beszélek a 10 milliószoros napról. Te már kiugranál az ablakon, a Zsül elhamvadna, Anna már rég hazamenne, és ülnék itt 10:30-kor a Csabi műsoridejében, és azt mondom, hogy képzeljétek el, na és akkor még a 10 milliós napról. Már negyedszerre mosnám ki, és öblítenem ki a rajtam lévő cuccokon. Nem, ez a buddhisták szerint, ha megengedtek, akkor pár mondatot. Persze, tudom, persze, hogy persze, addig kifújom az orrom, csak kb. Egy régi papír zsebkendő van nálam. ez a zsebkendő tényleg nagyon régi. Úristen, mit történhetek ezzel a zsebkendővel, ha ilyen hangja van? És tudod, és persze, Bali mondja, 4:11, 4:12 jönne a piros, még mindig mondanám. Bali, nem akarod abba adni? 17:30, este 8, tudod, Roli, és még mindig itt ülnék, és mondanám. Mit akartam mondani? Hogy csak néhány mondatot a 10 milliós napról. Hogy a buddhisták szerint van néhány olyan nap az évben, azt hiszem talán egyébként 4 vagy 5. A legnagyobb tekerés. Persze, Bali, mondjuk. Persze. Aha, figyelj, Bali, ez annyira izgi, figyelj, annyira jó, hogy mondod, olyan okos, hogy... Hát én írok egy levelet, kedves vám is pénzügyös. Igen, addig írd meg te a holnapi levelünket, hogy mit mondunk. De tudom, hogy van néhány hallgató egyébként, aki spirituálisan annyira éhes, mint amikor te éhes vagy.
De pont úgy, tehát pont annyira. De nem egy picit éhesebb, vagy egy picit kevésbé? Nem, van az úgynevezett lelki éhség. Ugye ezt az Osó is megmondta, hogy az emberek egyébként üresek lelkileg, és például a falási rohamaid vannak, akkor nyilván egyébként az önmagadban tátongó űrt akarod egyébként a falási rohamokkal betölteni, és a falási roham egyik tünete, hogy van egy hatalmas űr a lelkedben. Ezt Osó mondta? Tessék? Osó mondta. Osó? Ne. De ő ki? Ő egy régi proféta, és vannak új proféták, ő pedig az új só. Úristen. Na, az a baj, hogy nektek csak ufokról, meg chemtrailekről lehet beszélni. Há, arról sem. Átkapcsolok, és egy komolyabb énemet mutatom, és abban a pillanatban megsebzett vadként távozom, mert dárdákat szúrtok belé, megsebeztek, és amikor már azt érzem, hogy nem rúgdaltok többet, akkor még fejben ültök. Mit kérdeztél, hogy Osó? Osó. Igen, Osó vagy Óbors. Osó. Vagy Óbors. Ne felé. Ó, paprika. Képzeljétek, hogy egyszer ment Ósó meg Óbors a városba, és hihetetlen, mert úgy néz ki, hogy Ósó bölcsebb volt, mint Ó paprika. Igen. Na mindegy, mit akartam mondani? Azt, hogy 10 milliós nap. 10 milliós nap, igen, és azt mondják, hogy nyilván minden, amit te teremtesz magad körül, a saját világod, az onnan indul, hogy vannak gondolataid, és a saját világod a gondolataid kivetülése. Ami egyébként tényleg így van, amit te gondolsz a világról, nagyjából az történik körülötted. Persze nem az, hogy most jön az 50-es villamos, de olyan emberekkel találkozol, olyan dolgokat teremtesz. Már. Igen. És ha ezeket a napokat te kihasználod, és ezeken a napokon egy kicsit jobban elképzeled, hogy te magadnak mit szeretnél, akkor ezeken a napokon, kivételes napokon jobban meghallgatásra találnak, mert az univerzum a te gondolataidra effektíve befogadóbb. És azt mondják, hogy ezeken a napokon kell megteremteni azon pozitív dolgokat, amiket szeretném, mondjuk, hogy rohadjon meg a szomszéd. Ha, ez tényleg pozitív, ez jó. Például, ugye vigyázni kell, a negatív gondolat egyébként nem teljesül, vagy visszaszáll elvileg. Na szóval ez a 10 milliószoros nap, ezt nem én mondom, nálam sokkal bölcsebb emberek, úgyhogy holnap majd kívánjál valami. Tök fura, hogy mégis neked mozog a szád. Igen, ezt nem én mondom, hanem nálam bölcsebb emberek. Mi vagyunk a bölcsebb emberek, Balázs, és most belőled beszélünk. És három, kiírnám a számat, és beszélne a számban három ember. Tehát, és akkor ilyen nagy, ilyen őszakálló, ilyen idős bácsik ülnének bent. Fura ruhákban. Igen. Na mindegy, szóval, hogy holnap jó dolgokat kell kívánni, ez a lényeg. Ez csak egy SMS-re reagálva. Na, igen. Van még SMS? Van még SMS. Reagálj azokra is. Én reagálok. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy a fotokról beszélgettünk régen, hogy amikor te bevitted ezeket a kevésbé digitális képeket ugye különböző előhívó helységekbe, akkor megnézték ezt. De egész történet egyébként innen indul, és azt írja egy hallgató, nagyon érdekes a történet, hogy persze, hogy megnézték. Az analóg előhívó technika megköveteli, hogy nézzék, ugye minden fotót egyébként kellett csekkolni, hogy jó lett-e. És az érdekes felvételeket természetesen megnézte a tím is. A párom fotólaborban dolgozott. Aha, te jó. Tehát effektíve ott még az ment, hogy kézzel egyenként átnézték a képeket, hogy nincs benne az ominózus fehér csík, vagy amikor kinyitottad, ugye, mert bénán cseréltél filmet karácsonykor, akkor a nagyi így megsült. Fényt kapott a nagyi, aki pont így a kisunokának adta a kalácsot, fényt kapott, megsült, és azt ugye nem tudták neked előhívni, ezeket leválogatták előre, hogy azok a rosszul sikerültek, nem kellett kifizetni. Emlékeztek? Így van. És két tasakot kaptál, a rosszul sikerültet, hogy kiröhögtsd saját magad, és megkaptad a jókat, de a rosszakat nem kellett. És a nagy ott volt egy kalácssal a kezében, megsülve. Jött egy tál pitével be, és úgy nézett ki, mint amikor a tripodok elhamvasztották az embereket a világok harcába. Igen. És ezt a pillanatot. De gondold el, hogy neked milyen durva volt, amikor ezeket a fotókat átvetted, de milyen durva volt a nagyinak, aki elmondta, hogy biztos rajta leszek egy-két képen, úgy szeret a család, és így lapoztad a fotókat, nagyi lapozta a fotókat, és az utolsó képen volt csak rajta, azon is meg volt sülve. És így gondolta, hogy aha, hát szerető család, megsütöttek egy fotót. Igen, de a haverok még biztos mondták, amikor láttak a képeket, hogy wow, de jó arca, nagy muter, oda néz, a torkából fénysugár jön, és micsoda karácsony van nálad. Na mindegy, is írja egyébként, igen, hogy ezeket a képeket megnézték. És itt van még egy nagyon helyes SMS, ez is a témákhoz kapcsolódik. 1986-ban. Igen. 86. Nagyon durva. Elsőre is. Érted? Ja. A párom csinált rólam egy pár olyan képet, idézőjeles. Olyat? Tehát egyfajta ilyen gondolom, ilyen erotikus fotózás volt otthon, és elvitte a Skála metróba előhivatni. Pár óra múlva ment vissza, nézte, hogy mi az a nagy tömeg, és kiderült, hogy egy nagy kivetítőn jöttek sorban a képeim.
kellemetlenül érezte magát, ugyanis a valószínű, hogy berakták a képeket, amiket eljöttek. Igen. Berakták egy ilyen, hát akkor még nem plazmára, nem tévére, és ott mindenki végig lehetett látni. Az milyen? És azt is megtapsolnak. Ez igen! Micsoda mu! Ki ez az ember? Így van. Igen, és iszonyatos, nem érted, hogy miért tapsolnak. És akkor jössz rá, hogy a 86 darab erotikus képet kín van. Köszönöm, pacsi, pacsi. Igen. Hát igen, ez most már nem nagyon működne. Ennyi szóval is személyiségi jogokat sértene, hogyha megmutatnák ezeket a fotókat. Tehát nem, manapság már... nincs filmelőhívás. Ja, nem filmre fotózol. Tehát ez nem az, hogy nem működne, Jani, ez a világ elmúlt. Tudom, hogy te egy analóg srác vagy egy digitális világban, de nem analóg fotózunk, nekem... hanem már digitálisan, vagyis nem mész előhívatni. Figyeljetek, nem fogjátok elhinni, de... Igen. Neked még nem a mai napig nem fogjátok elhinni, de el fogjátok hinni. Van, igen, van, és van otthon egy olyan fényképezőgépem, amiben bele van fűzve a film. Hány éve van benne? Előveszem, nem tudom, 2-3 talán. Lehet, hogy már nem, egyébként már nem működik a dolog, de szerintem azért igen. És mindig, amikor előveszem, akkor egy-két képet csinálok vele. És ennek az egésznek az a lényege, mert biztos felvetődött bennetek a kérdés, hogy ennek meg mi a fene ér rohamatul. Az első mondatot után már ezt kérdeztem magamtól, hogy megint miről beszélsz? Hogy ez a film előhívásos, rácsodálkozós élmény, meg az, hogy már nem emlékeztem a képre, és akkor mégis ott van az a tartalom, ott van a téma, ott van az a kis esemény, ami már marhára kitörlődött az agyadból. Hogy ez az élmény megint megvan, mert ugye a digitális fotóknál ilyen nincsen. Ránézel a gépre, oké, meg volt kész, ennyi, fölrakod a gépre, vagy lemented valamilyen lemezre, és kép. De a filmnél mindig ott volt ez a kis élmény. Vártál rá egy-két napot vagy hetet, és csak aztán kaptad meg, tök kellemes érzés volt, és addig benned volt ez a kellemes izgalom, hogy vagy jól sikerült, vagy nem, 32, vagy 36-ból nem is tudom már mennyi volt, 36-ból hány sikerült. Na és nekem az a lényeg, hogy otthon van ez a fényképezőgép, tele van olyan képekkel, olyan témákkal, amikre már nem emlékszem. Nem tudom, hogy mikor csináltuk, nem tudom, hogy hol csináltuk, évekkel ezelőtt is készítettem fotókat vele. És hány kocka megtelik, van még belőle? Azt szerintem tudod? egy ilyen 6-8. Aha, tehát egy 10 év múlva most csinálok lesz. Belőle. Ezen a karin most csinálok belőle megint. De ne lőd el az összeset, azért ne éljél ennyire durvá, hogy ellősz legalább 2-t. Ne élj nagyon veszélyesen, tehát most azért ne lőd el az összes maradékot, mert addig, az túl veszélyes. Amíg nem lőttem el az összeset, nem kell fizetnem az előhívásért. 24-es vagy 36-os? 36-os. 36-os sokkal drágább volt, megvettél két tekercset, elment a fél nyaralási pénzen, és kicsit mindenki, amikor menj nyaralni, arra gyűjtött, hogy tudjon venni 4 tekercs filmet, és inkább nem vetted meg a 36-osat, hanem a 24-eset, mert olcsóbb volt. Emlékszel? Igen. Baromi drág volt, megvettél 4 tekercset, azt mondod, hogy aha, tök jó. Még nem csináltam semmit, sikerült. Csak vettem 4 tekercset, abból 4-en meg volt sütve a nagyi, a többi meg fényt kapott. Igen. Hogy az baromi drága volt. Most már mi van? Hát digitálisan fotózol, lemented a gépre, de elveszti önmagában azt is, hogy ezeket megfogd, hogy előhívd, hogy körbead a családba. De képzeld, ki lehet már nyomtatni. Ez kicsit megöli ezt. Persze, csak az ember akkor minden... Fedig szokta ezt csinálni karácsonyonként. Igen, ilyen albumba teszed. És ez egy nagyon-nagyon okos ötlet, meg nagyon szép ajándék. Én városképeket szoktam, nagyon szépeket, amik nagyon jól sikerültek, azokat szoktunk így kinyomtatni. Illetve nem én, hanem kedves nejem. Nem, hát úgy hát én tudom, hogy karácsonyon egy nappal rájössz, hogy még nem vettél senkinek semmilyen ajándékot, lemész a pincébe, megtalálsz régi albumokat, minden albumból kiszedsz képet, azt átragasztod egy újba, és odaadod a Mónikának. Így van, és mindig örül neki. És azt mondja, hogy megint képek, és mondod, megint képek, és ez így megy, tudom. Na mindegy, szóval, és akkor mikor hivatod elő? Hát figyelj, most hazamegyek, és megnézem, hogy hány darab van még. Volt egy kis szám, ami jelezte tényleg. Igen. Az meg vagy tekertél egyet mindig, és ha nem tekertél a fényképezőgépen, most mondom a nagyon durvát, jött a szakszó, jött apád, és azt mondta, fiam, miért nem tekertél a fotó után, így megint ráfotóztál a képre. Emlékeztek? Dupla ha nem tekerted tovább, akkor dupla képre. Volt egy félfejű nagyi, volt egy kalács, volt egy unoka, meg volt egy fegyőfa, és kiderült, hogy hármat exponált egybe. Azt csináltatok ilyet? Tudod, rá tovább kellett tekern. A menőbb gépek már maguktól tovább tekertek, de volt olyan, amit még vissza kellett tekerni. Igen. Fogtad, a 8-em az volt, ilyen felhúzós. És elkezdett tekerni. Igen, visszahúztad, igen, de várj, úgy volt, hogy fölhúztad a gépet, és már érezted, hogy nem megy, már nem tudsz több képet, abban a pillanatban érezted, hogy ott a vége, vagy kiírta neked, és akkor fogtad és visszatekerted. Kivetted, és beraktad a dobozba. Az nagyon klassz. És milyen menő volt az első visszatekerős, ami automatikusan ellen volt benne, és visszatekerte gép. Visszatekerte a gép, és vártad, hogy vége legyen. És csak akkor nyithattad ki a Magic dobozt, amikor vége volt. A Magic doboz, igen. Magic doboz, és karácsony, halászlé, együtt a család, és megy a tekerés, és amikor vége lett, kitekerted, befűzted az ujjat, tudtad, hogy két kocka kárba megy, de nagyon sajnáltad, mert rohadt drága volt egyébként, és 36-osból legalább 2 elment az elén, hogy befűzted. Így van. Bénáztál, kicsit a filmot fénykapott,
az utolsó mondtad, szinte üzembiztosan. Igen. Az utolsó szinte üzembiztosan tartalmazott a végén egy ilyen nagyon kifehéredett ilyen halvány csíkot, ami miatt nem volt meg a képnek a fele. Nagyon durva volt. Az én fényképezőgépem, csak mondom, árérték arányban. Test magazin. Test kompakt fényképezőgépek. Test második helyzet volt. Így vásároltam. Atya Isten, de biztos akciós. Második. Ennyit a digitális és az analóg technikában játszanunk kell, jó? Egyébként igen, ez is egy jó dolog volt, ami hozzátartozik a kultúrákhoz, az analóg fotózás. Jó lenne most is kinyomtatni albumot, tenni, csak az ember lustább, de van, aki megcsinálja, igen, Feri. Játszunk viszont Tóven bácsival és Beru nénivel. Jó, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Tóven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Tóven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Gabi vagyok. Szia! Hello, Gábor. Gábor, honnan hívsz minket? Jártál Kuhámáról, pillanatban itt melózunk, most itt dolgozunk. Milyen nyelvre váltottál közben? Jászjákóhalma. Na, úgy már, megértjük. Persze. Oké. Okay. Gábor, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Benunén, jó? Oké. Várnak a repülőtére, vagy mi ez? Ez egy érdekes, igen, ezt még nem hallottuk egyébként, ez egy új. Társasági életet élnek. Mutatjuk, mit érdekelnek, figyelj! Jó. Ezt gyerekek, hát ez a mai adásra való tekintettel, ezt meg kell hallgatnunk 8 után. Mert ez, amikor már felkerül a V betű is a táblára, ez az a dal. Még egyszer lehetne, aztán még a nap... Hogyne? Hogyne? Persze, tudom. Figyelj. Hát nem tudom. Nem? Jó, nem, mert még egy hosszabb részletet tudunk mutatni. Figyelj, be fogunk ugrani, hallgass meg, figyelj. Megköszönném. Figyelj, Gábor, kivettük a bögrét, figyelj. Na, hát most már innen be kell, hogy ugorjon. Hát ez egy induló volt, és egyetlen slágerük ez, és ugye egy slágerük szeretem, na megint. És tulajdonképpen, ha 10 emberből 8-at agyonkínzol, se tudna mondani még egy dalcímet ettől nagyon a zenekartól. Nagyon karcos már ez a lemez, úgy érzem. Igen, kicsiben is. Nincs meg? Egy sláger ez zenekar, viszont nincs. Na hát nincs. Akkor ez... Még egyszer, egy... Persze, na, majd ilyen nap van, utoljára, figyelj. Jó, egyszer. Ennek a zenekarnak itthon Varga Miklós volt a reklámkampánya. Legalábbis ennek a kontinens. A kinti zenekar magyar reklámarca Varga Miklós volt. Hú. Hát akkor megmutatjuk, hallgass meg. Mérges leszel magadra. Gyerekek, ezt 8 után meg kell hallgatni. Nincs meg? Vagy megvan? Jó. Hát persze. Ja, hogy ő neki? Neki még nincs. A végső visszaszámlálás, ez lett volna. Így van. Hát nem igazán vagyok otthon ilyen régi zenékben egyébként. Bár ismert zene, de nem tudtam, sajnos. Na hát Gábor, sajnáljuk. Köszi a játékot, vigyázz magadra, jó munkát nektek! Köszönöm, sziasztok! Ciao, hello. 8 óra múlt pontosan 1 perccel jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Morning Show élőben Dél-Afrikából. 8 óra volt pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, és az utolsó szignálok egyike, ami így szól, hogy élőben Dél-Afrikából, mert hogy szépen lassan búcsúzunk, és ha minden igaz, és holnap nem felejtjük el elhagyni a szobánkat, és kécsekkolunk, és nem késjük le a repülőt, akkor elindulunk hazafelé, és hát dél-afrikai kalandunk, utazásunk véget ér. Nézzük a közlekedéseket, elég sok van, hogy mi a helyzet pontosan az utakon. Oltvány Árokút lezárva, 11. kerület érinti, Pityesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Baleset a 86-os Vasvári elágazójánál, kamion személyautóval találkozó, technikai mentés folyik, rendőrök irányítják a forgalmat.
Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Mi a bánat van a Megyeri híd Budai híd főjénél? Mind a két sáv áll Buda felé. Ezt Gergő kérdezi, az M7-esen pedig Tejfölköd, és a Körös egy után Pest felé már csak lépésbe lehet haladni. Mondom, hogy mi van a Megyeri híd közepén, mert elküldte nekünk egy hallgatónk, azt mondja, hogy a Megyeri híd közepén áll a sor Buda felé, mert a 11-es útnál a korlátot javítják a körforgalom előtt, és nem lehet lehajtani csak Szentendre felé. A metróig el kell menni, és ott lehet csak visszafordulni. Aha. Egyszerű. Elmész jobbra a metróig, és ott mész fel a felüljáról, és úgy fordulsz vissza, ha Szentendre fel, vagy ha Pest felé akarsz menni. Igen. Na, azért most már jó lesz hazamenni, nem? Jó azon lesz. Azon gondolkozom, hogy jó azért lesz. Így látom Ferit ott így kedve, hogy ott ül a budapesti stúdióban, de azért így az most már úgy azért megszolgáltuk, amit meg kellett, és most már azért nagyon hiányzik mindenki. Hát már csak azért is, mert ahogy az előbb nyilván. Hívtalak benneteket Skype-on, és ugye úgy vette fel a Zsül, hogy ő látszott, és ugyanez a póló volt rajta azon a két héten is, amíg én ott voltam. Tehát most már tényleg gyertek haza. Csak Zsül egészségi állapot a vége. Úgy, de szeretlek, Feri, teljesen váratlanul tudod, egy olyan gyomros hátulról, hogy azt hiszed, hogy valami aranyos, a Feri mond valamit, ő nem olyan sát tudod, és egy ilyen gyomros, bám, bevágtam. Láttam a fotókat, Zsülát, jó lenne a pólót cserélni. Igen, tényleg, szóval, hogy most már azért így elég volt. Ez egy jó kis Európ, nem? Egyébként ide illett. Teljesen rendben volt, és szerintem nagyon sokan örülnek neki. Igen. Nem merek mondjuk az SMS falra nézni. Nem, nagyon. Nagyon-nagyon kedvelték. Az egyetlen. Most már elmondhatom. Most már elmondhatom egyébként, hogy én titkos jelekkel kommunikáltam a családdal, amit senki nem tudott. A Europe zenekar családjával? Nem, igen, a Europe zenekar családjával. Nem, a Bennyvel, most már elmondhatom, mert nincs vége, meg majd még hétfőn beszélünk, már nem erről, hanem magáról. Amúgy is flamos vagyok, hogy le kell mennem reggelire. Amit te se vettél észre, és azt hittem, hogy egyébként kiszúrod. De nem akarok erről sokat beszélni majd hétfőn, amikor már vége, de titkos jelek voltak mindig a műsor elején, és én csináltam valamit, és ezt a Beni nézte, és az volt, ami titkos nyelvünk egyébként, hogy én megcsinálom-e a műsorban este. És mindig kérsz valamit, vagy mindig ugyanazt? Mindig kitalált valamit, mindig a műsor előtt, amikor fölhívtam, akkor mondta, hogy most mi legyen a titkos jel. Most hogy mit szeretne, ha csinálnék, amikor mi beköszönünk. És minden egyes alkalommal mondtam neki, hogy Beni, ezt nem lehet. Tehát ma, amikor mondta, hogy simogassak meg egy zsiráfot, mondtam, hogy nem tudok mindent teljesíteni, nem annyira jó titkos jel. Térded le Jani bácsi arcát. Nem, az sajnos ott nem van, lehet. Ott van mellettem az a kicsi fura ember, vágjál a hátába egy baltát. Nem, de mindig megbeszéltük, hogy mi a titkos jel. És akkor ő nézte, és ő kapott egy olyan jelet, amit csak ő tudott. Uh-huh. Egyet mondj már. A sünt az asztalon, most hagyd leesni. Egyet mondja? Egyet. Például az, hogy a bal kézzel, ha megvakarod a füledet a beköszinél, akkor azt ő tudta, hogy ez neki szól. Kalmuzol. Nem. És ezt te nem vetted észre. Vagy például meg volt. Mondjuk nehéz le volna kiszúrnom. Az a durva, én azt hittem, észre fogod venni, hogy mi van, Bali, nem fürödtél viszket a füled? Vajon mi történhet abban a sávban, amit egyébként sem látok, hiszen én is a kamerában nézek, és a másik oldaladon van. Igen. Vagy mit tudom én, jobb kézzel csinálják valamit, de nem ilyen egyértelmű, hogy integessek, mert volt olyan is, amikor integettem, még mondtam is neked, hogy most integetek, de nem ilyen, nem tudom, jobb kézzel, mint a vakar meg az orrod. Uh-huh. Vagy vedd föl a sünit a kezedbe, és ha felveszed a sünit a kezed, és megsimogatod, akkor tudom, hogy ez a titkos jel. És ezt minden adás előtt megbeszéltük, hogy mi az. És majdnem mindig, amikor megbeszéltük, volt, amikor már elment aludni, és akkor már nem tudtam vele beszélni, mert fáradt volt, voltak ilyen titkos jelek, amit mindig az elsőben meg kellett csinálni. Aztán volt, hogy elfelejtettem, és írtam a Vikinek, és szólj neki, a másodikban meg lesz, mert mit tudom, történt valami élő adás előtt egy perccel. És akkor már írtam még, nem tudom, valamit igazítani kellett, anyagot megnézni, és akkor ugye az embernek ott a nagy stresszben kivegy a fejből, akkor írtam, hogy nézze, még nem felejtettem, és a másodikban megcsináltam. Te aranyos vagy. Igen. Meg a Beni is. De jó. Ne, egyébként most már elárulhatom, nálunk is volt ilyen titkos nyelv. És aranyosak vagyunk. Cinikus. És akkor lelkileg teljesen kiégett. Tudod, mi van a lelkedben? Rájöttem, maga a gúbisivatag, a szahara. Egy kiégett porhüvely vagy. És mondta nekem a virág, hogy apa, bakizd bele egy konfba, bakizd bele. Nem, mondom, azt nem tehetem, kicsim. Hát én vérprofi vagyok, nem lehet. Hát tudod, hogy nem azért szerződtetek ide, hogy belebakizd. De a kedvéért. Na jó, de csak azért, mert a lányom vagy. És belebakiztam. És azt mondtad, hogy hala. És ezt én hallottam. Így van. Tehát ott azt lenéztem rá, hogy picit elbizonytalanodtál, hogy ez vajon. Én ez voltam, vagy Jani?
Ez egy titkos jel volt, hallucinálok, vagy ez mind csak a fejemben nagyon történt? És csak a fejemben jöttek ezek a hangok, de kiderült egyébként, hogy nem. Na, de komolyra fordítva szólt, és ezeket egyszer kommunikáltam. És ezeket a jeleket kapta ő meg. Ezeket most már nem nyomom, úgyhogy beszéltek. Egy hallgatóval egyszer kommunikáltam. Tudom, mit csináltál. Ha most elmondom, hogy mit csináltál, akkor meg fogsz lepődni, és azt fogom mondani, hogy paranormális vagyok. Ugyanis te azt hiszed, hogy én nem tudom, hogy te hallgatókkal kommunikálsz az SMS-be, és most be fogsz térdelni, mert tudom, hogy mit csináltál. Elmondom, hogy figyelj, akkor jó, figyelj, ha most igen, megmondod, igen, akkor üvöltve kirohanok a szobát. És ezzel mindenki rosszul jár a folyosóban. Akkor elmondom, hogy mi volt. Na, az, mi amit volt? Csináltál. Elköszönésnél fogtad, igen, a jobb kezedet, igen, felemelted, és modellesen jobbra-balra mozgatva a tenyeredet ültegettél. Szegény szomszéd. Azt hiszed, hogy én ezeket nem veszem észre, hogy én ezeket nem látom, hogy te így kommunikálsz a hallgatókkal, és a rádió hallgatóknak egyébként a jobb kezed felemelésének körülbelül egy két héttel ezelőtti elköszönésbe balra-jobbra billegtetett nyitott tenyérrel integetsz. És szerinted én ezt nem veszem észre. Királynő elköszönés? Tényleg ezt ígérted egy hallgatónak? Igen, na, most és leleplezett. Tudom, na, kemény, mi? Tudom, egyébként írt egy hallgató, hogy köszönjünk el így. Csak ugye mi a rádióműsor sose emeltük be a tévéműsorba, és fordítva se. És én láttam ezt az SMS-t, és este eszembe jutott. És láttam, hogy te megcsinálod, és mondom, nézd a nyallert, gondoltam magamban. De nem szóltam, csak gondoltam, hogy nézd a nyallert, megcsinálta. Tessék, nem, egyébként én elfelejtettem. Soha nem teljesítettem egyetlen hallgató kérését sem, most sem fogom, gondolta Balázs. Nem, írt valaki egy SMS-t, hogy este köszönjetek úgy el. Így volt. Este köszönjetek úgy el. És egyébként ezt a SMS-t láttam, csak elfelejtettem, meg ugye nem vagyunk ilyen viszonyban a hallgatókkal, meg én nem is nyomok ilyen nagyon privi dolgokat, de láttam, hogy te megcsinál, és azt gondoltam, nem szóltam, hogy haha, kis csávó, láttam ám, hogy te nyalerek, ezt csak megjegyeztem. És most bemondtam. Durva, nem? Parafenomén vagyok? Aha. Egy paranormális, vagy inkább paranem normális. Ugye, ez nagyon jó. Ez igen, nagyon jó. Igen, volt ilyen, volt ilyen. Jó. Ha legyen valami, ucsoldás. Ez a, van benne valami? Ja, hogy legyen valami jel. Igen. Nem, most még nem mossuk össze a kettőt, szerintem semmi. Jó, semmiképpen beszélünk. Jó. Mondd el nekünk teljesen őszintén, és most látom az arcodat. Készülsz-e valamivel holnap? Nem. Kell-e mondanunk a családnak, hogy figyeljetek, egy órával később gyertek ki a reptére, mert ott van ami Pajkos Ferencünk, akiket mi nagyon csúnyán megtréfáltunk, és ráhívtuk a NAV-ot. És ne gyertek mondjuk kettőre, amikor leszáll a gépünk, mert akkor érkezünk, hanem gyertek háromra, hiszen mi még egy 3-4 órát bent fogunk molyolni Feri bosszúja miatt. Mondhatom-e a gyerekemnek, hogy valami szörnyű dolog történik, és ne félj, nem bántják apát? Ezt nem mondhatod. Mert kettőkor ott lesznek a reptéren. Tehát ezt nem mondhatom? Ezt nem mond neki, hogy nem basszus, bántják apát. Mert hogy érted, tehát az hazugság lenne azt mondani, hogy nem bántják. És azt sem mondhatod, hogy holnap, mert ez holnap után van, pénteken holnap van után a tillandolás. Igen, megpróbáltalak összezavarni. Azt hittem, hogy ennyire hülye nem vagyok. Azt, hogy holnap kettőkor szállunk a reptére. Ma este de most komolyan. Tényleg voltak, holnap már itt vagyok, hogy csinálják? Nem lesz semmi. A Concorde-on repülnek. Nem lesz semmi, tényleg. Sokat mondtuk ezt az ominózus kairói járatot, így indult az egész egyébként az afrikai kitelepülésünk, hogy a kairói járatról beszélgettünk, és hát sokszor mondtuk, hogy te ugye péntek, nem is péntek, ez szombaton landolsz. És hát a komplett NAV kivonult, és Schuller Attila is megérkezett, átnézték a csomagodat, testüreg, motozás, minden volt. Nyilván egy csomó dologról beszélhettél, egy csomó dolgot azóta szeretnél a lelkedben mélyen eltemetni, hogy ez egyébként nem történt meg. És kérdezem én, hogy lesz-e bosszú? Nem lesz. Számíthatunk-e valamit? Nem lesz, nem gyerekek. Lesz. Hát én korrekt csávó vagyok. Nem a, vagyok de ez a, jó. Nem arról vagyok híres, hogy bosszút állok egy ilyen dologért. De kétszer tudod, az már nem olyan. Már másodszor fölülni, már egy hullám, amit még egyszer meglovolom. Igen, pont ugyanez. Pont ugyanez. Nem lesz semmi. Pont erről beszélgettünk Janival tegnap, de mentünk ki még dolgozni, és 20 percig azt fejtegettük, hogy lesz-e vagy nem, és abban bíztunk, hogy nem. Mert nagyon, mert a két, és azt beszéltük, hogy két hét után persze, akkor még az ember könnyen pakolja ki a csomagjait két hét után, még nem rohan a tranzitba, de 6 hét után mi már rohanunk majd a tranzitba, hiszen ott lesz a családunk. Így van, de és van hosszított, vagy nem? Van hosszított eljárás is a vámvizsgálatnál, ezt ne felejtjétek el, én rövidben voltam benne, de nem lesz semmi. Én megfogadtam, amikor mondtad, hogy ez nem vicces így másodjára, meg egyébként is gondoljak bele, nem lehetek egy ilyen szívtelen állat, hogy 6 hét után a fiadat akarod megölelni, és a feleségedet, és még egy óráig ott bent tartanak, úgyhogy nem csinálok semmi ilyet. De azért gondolkodjatok az úton, hogy lesz-e valami. Én már mindent vizionáltam. Hogy eljátsza a komplett elrablásunkat, és leszállunk a reptéren, nyílik egy fehér furgonnak az ajtaja, és egyszer csak kilép elő belőle 3 ember, beraknak egy furgonba, és elvisznek.
És azt mondjuk, hogy hát Jani, azért kemény ez a Feri, és kiderül, hogy rohadtul nem a Feri. Igen. Jó, most és már előjöhet. Az lesz, tudod, hogy oké, okay, Feri, te vagy az egyik maszkos. Jaj, Feri, haj, de nagy mókamester vagy, nézd, ott van a maszkala, tudom, hogy te vagy, megcsikizem. Kicsit megcsikizem, és kiderül, hogy nem a Feri keze van benne. És ülünk egy tranzitba, kipét, ilyen peckelt szájjal, és azt gondoljuk, hogy mekkora mókamester ez a Feri, nem? Majd amikor oroszul beszélek csak a maszk alatt, tehát csak oroszul beszélek, akkor azért legyen gyanús. Mondjuk én most már percig ott azon gondolkodom, hogy olyan terel vagy sem. Nem ugye, hogy kicsit ráfűztél erre? Azt mondja, hogy nem terel. Laci, lesz valami? Látod a Ferit, ugye? Uh-huh. Feri, ki van nekünk adva, ugye Skype-on keresztül egy hatalmas tévén, látjuk itt a szobában az ő arcát. Tehát olyan, mintha itt ülne a harmadik helyen, csak ugye tévén látjuk mondjuk a hallgatóknak, mert sokan kérdezik egyébként, hogy van a kapcsolat, és ő is egy monitoron keresztül lát minket, tehát mi elég nagyban látjuk az ő gesztusait. Ha most így én megkérdezem, hogy Feri, lesz valami pénteken, délután, 2-kor, mikor landolunk a reptéren? Teljesen őszintén tudom neked mondani, most bele is nézek a kamerába. Igen, belenéz a kamerába, igen. Hogy nem lesz. Hát... Ez fapafa volt, nem mondhat semmit. Nem nyúltam az orromhoz. Csekkold át a családot. Jani, csak mondom, csekkold át. Uh-huh. Csekkold át a családot. Egy jó, hogy egy órával biztos, később igen, nem biztos, hogy ki kell jönniük, igen, szerintem. Nem biztos, hogy ezt... Igen, nem biztos, akarom, hogy azt lássák, amit Feri szervez nekünk. Igen, ez nem biztos, hogy... Gyertek nyugodtan, mindenki vár benneteket, a család, az ország, még itt állítólag a stúdióban is egy páran, Anna is jelezte, hogy készül hétfő reggelre, úgyhogy gyertek, én nem akarok betenni nektek oda semmi kalandot. Na mindegy, jól van. Hmm. Jó, csak ezt tegnap eszembe jutott, aztán erről filoztunk. Azt mondja, Feri, zárasd őket karanténba, lászköhögés. Az milyen lenne, hogy megérkeznénk, és 4 nap László kórházat még így a Feri elintézne? Sácsuk, nem volt jobb ötletem. Hát semmi, még egy 4 napra beutaltalak benneteket a László kórházba, hiszen malária gyalúsak. Nem csak 3 napra, hogy hétfőn már tudjunk dolgozni. Hétfőn már tudjunk dolgozni, és a gyerek egy ilyen alufólia sátoron keresztül, vagy egy ilyen nem is tudom, műanyag sátoron keresztül integet papának, aki 4 napig ilyen maszkos emberek között fekszik a László kórházba, mert malária gyanús. Azt fekszünk ott, hogy közferi. Hú, ez nagyon erős volt. Na mindegy, jó, jöjjön, aminek jönnie kell. Emelt fővel. Legyetek már bátrak, hát mit vagytok becsinálva. Persze, nem is magunk miatt, hanem miattad, a bosszú miatt. Tudod, ha hogyha ez a dolog folytatódik, azt mi úgy fogjuk értékelni, hogy újra elástad, illetve pontosabban kiástad az elásott csatabárdot, hiszen mi a te navos vizsgálatod után elástuk a csatabárdot. Tényleg? Akkor már nagyon fogunk aggódni, érted? Megszivattok, te ásod el a csatabárdot? Hát menjetek már a francba! Így van. Feri, az részünkről egy békülés volt. Spongyált rá, nem haragszunk. Oké, Feri, nem haragszunk, kivizsgált a nap, ássuk el a csatabárdot, de most előásni ezt a csatabárdot nagyon nem szép dolog. Már nem haragszunk, hogy ahelyett, hogy pihentünk volna, mindenfélét szerveztünk neked. Mennyi melód lehetett benned, de tényleg. Abszolút elmúlt a harag, hogy Schuller Attilával kellett egyeztettünk, hogy menjen keresztül. Emiatt mi már nem haragszunk, már elástuk a csatabárdot, de ha pénteken 2-kor kiásod a csatabárdot, nagyon mérgesek leszünk, és akkor hétfőre újabb tréfát fogunk tervezni. Szerintem, nem hagyjuk bosszú nélkül a kiásott csatabárdot. Szerintem pénteken lesz 1-1, csak mondom, tehát, hogy ott az elásási pont. Ez igaz. Ugye? Tehát pénteken a bosszúddal ássuk el. Igen, szerintem az a csatabárd elásása, és ha ti bármit húztok erre hétfőre, az újabb csatabárd kiásás. Na? Aha. Értem, mi történik majd. Tehát ez mindig ugyanaz a csatabár? Ez mindig ugyanaz a csatabár, és az lesz a legdurább, megfejtettem, mi történik. Nyílik a busznak az ajtaja, minket betuszkolnak, ott lesznek maszkos emberek, becsukjuk, és egyébként utána elmennek, kivisznek minket valamilyen bányába, ahol majd ásatnak velünk egy gödröt, és azt hiszük, hogy a csatabárdot ássuk ki. Vagy éppen temetjük el, de nem, és kiderül, hogy nem is a Feri keze van. Aha. És honnan tudjátok azt? Jól járok, mert én sokkal kisebb sírgödröt ások. És honnan tudjátok azt például, hogy ami Schuller Attilán keze nem ér el a ti átszállási pontotokig, hogy akár már Johannesburgban, vagy esetleg Frankfurtban megtörténik a téma. Miért gondoljátok azt, hogy ti el fogjátok érni a budapesti gépet egyáltalán, és például nem kell dekkolnotok egy másik gép érkezéséig az egyik átszálló állomáson? Atya Isten, totál rácsúsztam erre a sztorira. Most ott vagyok már, egyébként valamelyik európai reptéren, nem tudom hova érkezünk, hogy na? Ott jönnek meg az állarcos emberek. És elmész vécére, hova mész, Jani? Ne te, ne keveredj el, mindjárt otthon vagyunk, nyugi bali, még van 20 percünk, pössentek egyet, elmész, és 3 maszkos csávó kirángat a vécéből, és elvisz Münchenbe a repülőtérről. Nem, téged viszel. De miért engem vigyenek el téged? Téged visznek el a terminálról, én meg visszajövök, és így... Sem vagyok sehol, és ott ezt a kis beszállókártyáddal...
Igen. A nadrágomba, és jövök vissza, és így sehol nem igen, vagy. Igen, és annyira megijedsz, hogy felszállsz egy bukaresti járatra, és nem veszik észre a beszállókártyádat, és felengednek, leszállsz Bukarestbe. Én eltűnök Münchenbe, te pedig landolsz Bukarestbe, mert a Feri egy kicsit tréfálkozott, és nem érünk haza még 4 napig. Tudom, és mondjuk az nem vicces például, hogy Johannesburgban az egyik ötöket úgy viszik el egy olyan ember, aki semmi más nyelvet nem beszél, mint az afrikánst vagy egy helyi dialektust. És te nem tudsz vele angolul beszélni, Balázs? Szerinted ez nem vicces. Az milyen lenne? Igen, és ide. Én ott maradnék egyedül, és csak ott lennék egyedül, semmi nem lenne ott, csak ott maradna utánad ez az édeskés női párfüm illat, és én meg tök magányos lennék. Engem szúrsz hátba a megszólalás végén a hírek előtt, egyszer csak beviszel egy hátas. Janinak nekem, nem lesz baja. Engem támadsz meg az egyetlen barátodat az úton, rohadt magányos leszel majd, nem tudom, a Heathrow-i reptére, mert jövünk a londoni csatlakozással. És engem hátba támadsz a női parfüm miatt? Miért nem szoktad már meg 6 hét alatt az illatát? A női parfümöt használok, ezzel nem tudunk mit csinálni. Lehetetlen. Figyeljetek, a johannesburgi reptér egyébként nagyon kemény. Nagyon. Tehát az nem is nagyon értem, hogy néhány ember, aki jött, az hogy ért ide. Mert hogy a johannesburgi reptéren tényleg megtörténik az, amivel minket ijeszgettek. És talán ezt a Bocsi mondta el ezt a sztorit, hogy vigyázzunk a csomagokra a johannesburgi reptéren, mert hogy széthúzódik a fotocellás ajtó, és jön egy ember egy passzal a nyakába, hogy ad neki oda a csomagot, majd ő átviszi az International Terminálról a Domestic Terminálra, a helyi járatra. És ha te nem vagy rutinos, és nem ismered ezt a sztorit, akkor így a kezébe adod a bőröndödet. És viszlát csomag. Hogy barátom, és ő rendőrt lefizetve egyébként a johannesburgi reptéren kisétál a bőröndöddel az ajtón, te pedig állsz a becsekkolásnál a helyi járatra, és nem érkezik meg a bőröndöd, ugyanis ezek hamis badge-el, ilyen nyakbaakasztóval lefizetve a rendőrt, gyanútlan turistákat várnak a fotocellás ajtónál, hogy majd ők átcsekkoltatják a csomagodat. Erről beszéltünk, és kinyitottuk a johannesburgi reptéren az ajtót, voltak az emberek. És 3 ember volt ott, aki egy ilyen passzal a nyakába mondta, hogy hova mentek? Nelspruit, intézzük a beszállást, adjátok ide a csomagokat, majd mi elvisszük nektek. De ilyen, a nagyon durva hely egyébként, és szorítod a csomagod, és mondod, nyugi, megoldom, nem kell. Vigyetek veszük, a kicsit inkább. Azóta veszük komolyan bocsit. És csak mondanám, igen, hogy a johannesburgi reptéren ez a legapróbb átverés. Ahogy elindultok, holnap Nelspruitból senkiben nem bízhattok. Jaj, ne, Feri, én így is egy picit másnapos vagyok, keveset aludtam, ma még nagyon sok dolgom, ami itt fog ezen tekeredni. Nem ez kell, csak jó, holnaptól. Kiderülne, hogy téged lefizetett, és te összejátszol a Ferivel, és te beavatott lennél, és tudnád az egészet. Az mennyire kemény lenne? Hú, szerintem vagy én lennék a beavatott. Véletlenül került elő a Ludlát torta. Feri nyomon van, inkább hagyjuk. Igen, és kiderülne, hogy 4 hete ezt szervezitek, hogy lehetne úgy, hogy te is áldozata vagy az átverésnek, de egyébként mindent tudsz, és te irányítod a szálakat majd ott az amsterdami repülőtéren, ahonnan érkezünk. Na mindegy. Hát jó. Szóval akkor nem ástuk el a csatabárdot, Feri. Jó, azt hittük mi ezzel a navos vizsgálattal, igen, de nem. Jöjjön, aminek jönnie kell. Jönnek a legfrissebb hírek most, jelen pillanatban. Jó, utána 3-asugrást játszunk, ha valaki szeretne velünk játszani, az küldjön SMS-t. És játszunk. Milyenek a kérdések? A kérdések nagyon egyszerűek. Nagyon egyszerűek. Egy igazi záróadás, nem nehéz kérdésekkel. Meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 1 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük gyorsan a friss közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. A Soroksári úton nem működnek a lámpák, dugóban, aki arra jár, karikára áll a szája. Kaptuk SMS-ben. A 44-es számú főút Öcsöd és Szarvas közötti szakaszán patkaépítési munkálatok miatt számítani lehet kisebb torlódásra. Ezt T. Gyuri küldte nekünk. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Aztán az M7-es 41-es kilométerénél van egy trafi, ez szinte minden reggel. Megkapjuk, de hát állítólag ott van, én legalábbis beolvasom. Nagyon-nagyon felülbírálni nem tudjuk. Valaki múltkor elküldte, hogy nincs, és hogy ezt ne olvassuk be, de ha elkülditek, én mondom. 11. kerület Oltvány Árokút lezárva, Pityesz üzente, valamint van egy baleset a 86-os Vasvári elágazójánál, kamion személyautóval találkozott, technikai mentés folyik, rendőrök irányítják a forgalmat. M7-es Tejfölköd és a Megyeri híd Budai híd főjénél festenek valamit, hogy valamilyen karbantartási munkálaton elég nagy a dugó. Állítólag még mindig csak úgy lehet lemenni Budára, hogy elmegy az ember Szentendre felé, és ott a felüljárónál kerül egyet. Emiatt van egyébként hatalmas dugó. Nem, a lezredes úr, nem lesz durva a hátra bilincselés. Jó, viszont hallásra. Hello, szevasztok!
Ha véletlenben maradt a mikrofonod, jó? Furcsa fáját, hát hó, nem most kellett ezt az SMS-t, ezt az SMS-t elintézni. Csak kapirgálod előfel azt a csatabárdot. Csak a végén még előhúzzuk, igen. Jól van, még van egy közlekedésünk, KPM ellenőrzés Bonyhád előtt a Szexárd felől érkezőknek, ez pedig Bence küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig, ha minden igaz, már itt van egy hallgatónk, akivel hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Erzsirat vagyok. Erzsi, hello Erzsi, jó reggelt. Honnan hívsz minket? Budapestről, 15. Budapestről. 15. keret. Mit csinálsz otthon, családdal, munkahelyen, egyedül? Munkahelyen vagyok. Munkahelyen vagy? Na, mit dolgozol? Hát egy nyilvános vécében takarítok, meg úgy eszedem be pénzt. Egy nyilvános vécében dolgozol? Uh-huh. Igen, és ez ilyen becsületkassa alapon? Igen, takarítok, és szeded be a pénzt. Ott ülsz, bocsánat, csak a Jani pakol. Bocsánat, Erzsi. Ugye várom a vendégeket, meg takarítok. Ne csomagold már össze a fürdőszobát, Jani, ne hozd haza. Bocsánat, Erzsi, a Jani kiment a folyosóra és behozott egy szemetest, mert raktad bele zacskót és a fürdőszobában pakol. Ne haragudj ezért, valamiért elment pakolni a fürdőszobában. Szóval Erzsi, azt akartam kérdezni, hogy ez egy becsületkassa, vagy ott ülsz és folyamatosan nézed, hogy bedobálják-e az 50 vagy 100 forintosokat, vagy van egy kis tányér, és akkor azt úgy becsületkassa alapon az emberek dobálják. Hát egy kis tányér van, és akkor ugye 120 forint a WC, és akkor abban belerakják az emberek, vagy a kezünkbe adják, attól függ, hogy aha, ki hova akarja és rakni. De helyesen, és közben takarítasz is, mint fülhallgatón keresztül, vagy szólunk ott kihangosítva, vagy van egy kis rádión telefonon is azon keresztül? Vagyis hát rádión hallgatok benneteket. Aha, kis és antennás, kis bedugós konnektor, a kis rádió? Hogy mondjam, ilyen CD-s rádió. És minden nap benneteket helyes, hallgatunk. Ne felejtsen el kezet mosni, aki most van ott. maga ott, tudod. És mosod a kezed, az mennyire szürreális, mosod a kezed, és egyszer csak rád szólnak egy rádióból, ami a hátad mögött van, hogy mossál jó, kezed. Jó, akartam. És visszaszólsz, hogy rendben, kezed mosok, de ki szólt? És egy rádió beszél hozzád, hogy uram, ne felejtsen el, és látjuk, nem használt WC-papírt, igen. Figyelj, Erzsi, a WC melyik részén szólunk? Mi hol vagyunk? Tehát a hangunk honnan jön? A mosdó mellől, lentről a földről, egy sámlin van a rádió, a váladon van, és egy ilyen fejpánttal nagyon nyomod. Aha, igen. Három csíkos melegítőben. Egy asztalról szólunk. Aha. Igen. Na jól van. Mennyire lehet most ott nálatok pisilni egyet? 120 forintért. Uh-huh. Kutyafáját, tehát a Jani inkább hazavinné. De kemény. És kakilni? De és az a bírnál ki, akkor hogyan viszi az a bepisulót közben, vagy bekakil? Vagy hogy van ez? Hát ez egy jogos kérdés egyébként, igen. Most belegondolok. Volt már olyan, Jani, hogy spórolásból inkább hazavitted? Volt ilyen, nem? Heti háromszori spórolás, az 400 forint. Azzal megvagy hétvégén a bevásárlással. Hát volt már, amikor ilyen nagyon-nagyon játékos mozgással értem haza. Jó, őszintén, oké, bocs, Erzsi, csak egy kicsi félgondoltunk. Bementél a férfi WC-be, és vettél-e valaha úgy el egyébként a tálból, hogy nem fizettél, hanem még elvettél? Tessék, őszintén. Egy nagyon fura éjszaka után, szóljál, Erzsi, hogy csinálnak egy ilyet, de mondjuk bementél, ott volt egy csomó 100 forintos, és nemhogy nem tettél, még vettél is. Jani, te túl jó vagy ez. Uh-huh. Feri? Nem, soha. Én igen. Nem, nem, ha nincs ott a WC és néni, gyerekek, megfordul az ember fejébe, hogy kevés a lóvé, még egy fröccsre jó lesz az. Nem, vagy legalábbis fölváltatsz egy ötszerűen. Olyan nincs, hogy nem vagyok itt. És mennyit vagy bent? 12 órát vagy 10 órát? Mennyit kell folyamatosan bent lenned, Erzsi? 12. Uh-huh. Reggel 6-tól este 6-ig. Melyik a koszosabb, a női vagy a férfi? Változó. Mert minden... inkább a női. Ugye? A nők ezt mondják. Ja, bocs. Inkább a női. Tehát akarítom, úgyhogy semmi gond nincs vele. Aha. Volt egyszer egy nagyon helyes vécés tényleg, ő írt is talán erről egy könyvet, szerepelt nagyon sok rádióműsor, tévéműsor, és elmondta egyébként, hogy fura módon a női vécék sokkal durvábbak, és hogy a férfiak valahogy jobban figyelnek, de hogy a nők, akikről egyébként nem gondolnád, és azt hiszed, hogy a férfi vécében van nagyobb csatatér, a női mosdó az, ami sokszor tényleg egy csatatérre hasonlít, a férfiak egészen próbálják tisztán tartani a dolgot. Jó van. Erzsi, na figyelj, van segítséged, vagy egyedül vagy? Vagy oda van most ott van melletted kliens, aki éppen ott közben ügyködik, és aprót tesz a tálcába, van de ilyen? De szépen mondta, kliens. Hát a párom van itt. Valami. A párod? Ő mit csinál? Hát ő is itt van velem. Momentán pisi.
titokban ingyen pisil, mi? Aha, családi vállalkozás. Apa oda jár ingyen pisilni, hogy ne kelljen 120 forintot másik vécében otthagyni. Tudtad, hogy hát most igen. Játszol és behívtad a párodat, vagy ma kivételesen ott van veled, és együtt játszotok? Mindig itt és van. Csak ott... De ő is ott dolgozik, vagy ő csak ül melletted? És hát elkísér téged a munkába? De helyesek vagyok, elmegy... De ja, hogy ketten csináljátok magát a karbantartást. Aha, ne cukik vagytok. Na jól van, figyelj Erzsi. Megyünk, azt mondta Jani, hogy könnyű a kérdés. Hogy hívják a párodat? Ferenc. Gyönyörű választás. Erzsi és Feri. Játéka. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Nem kapkodni, igen. Gondolkodni. Ott van Feri? Igen. Csak mondjon egy hellót, hogy őt is fölhelyezzük a térképre. Meg volt, hallottam. Hello. Mondta ilyet. Hogy igen. Nevezik a vulkáni kitörés során felszínre kerülő kőzet olvadékot? Láva. Éjj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 j
vagytok. Nagyon jók vagytok. Megvan az első. Mit csináljuk, Erzsi? Mehetünk tovább. Ja, jó, menjünk tovább. Azt hittem megvitatjátok, menni, megállni. Oké, egér alátét érted, hát egér alátét ért, így szól a második kérdés. Melyik állatot nevezik a fő tápláléka után bambuszmedvének is? Ne kapkodj. Beszéld meg, vagy beszéltek bambusz. Meg nyugodtan. Bambusztevő medve. Panda, azt mit mondja párom. Panda. Így van! Ez panda! És igaza is van Ferinek. Így van. Nagyon jók vagytok. Mehetünk tovább. Na várjál, nem gondolkoztak el azon, hogy esetleg megálltok? Nem. És elviszitek a fixet? Nem. Nehogy baj legyen a vége. Csak nem. Kell a bögre az aprónak. Igen, igen. Az menő, egy Morning Show-s Klassz FM-es bögre, de ott leszünk a 15. kerületi nyilvános WC-ben. Ezt nagyon, okay. Ezt nagyon szeretem. Várunk benneteket. Nézd majd, aki a pakasztóval a nyakadba takarítasz, Morning Show-s bögrébe dobják az aprót. Tök jó. A párod felkapja a magnót a vállára, kicsit reppel, és úgy ketten egy ilyen nagyon exkluzív WC-t visztek majd. És ezt nekem és a mi logónk is sárga. Erzsi, emlékeztes majd, hogy van egy szakmai kérdésem utána, jó? Jó, menjünk akkor tovább? Igen. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke? Nem kapkodni, gondolkodni. Nem könnyű a kérdés. Bár, ha egy kicsit utána gondoltok, akkor... Amerikai elnök. Bizonyám. Így van. Tudod? Nagy a baj. Mit mond a párod? Hát mondja, hogy várjak. Mit mond Erzsi? Mit mond a 15. kerület? Ajajajajaj. Így van. A csend. Ez most drámai. Drámai pillanatok a WC-ben. Szorítsa össze mindenki. Ez a szimpatikus pár már majdnem ott volt a végjátékban, de most bajba került. Pontosan így van, de a drámai csendből miattad elsősorban nem hallunk semmit. Nagyon profi. Miért csak a telefonján megnézi, hát ha sikerül. Édesem. Van tényerő. Hát a felhívja és megkérdezi, hogy bizt, te voltál Amerika első elnök, és azt mondja a telefonvonal a másik oldalán valaki, hogy igen, én voltam, mondd be a nevem nyugodtan, és a párod bemondja. Most végetek van. Jó, nyomhatjuk a gombot, hogy lejárjon az idő. Már elindult az ujjam a gomb felé, és mindjárt meg fogom nyomni ezt a gombot, és akkor jön az a kis hang, hogy vége. Nincs ott valaki, aki most pisil? Na, biztos van valaki a WC-be. Erzsi, lendülj akcióba, kopog be. Mondjad. Haló? Mindjárt már. Ne kopogjon, inkább adjunk papírt. Erzsi, nincs senki bent a nőiben vagy a férfiben? Na, hát ha megvan. Most vannak, csak mit csinálok? Na, akkor menjünk, és kopog be. Nem baj, hagyd a párodat, addig keresek, kopog be, és mondd el, hogy élőben a Morning Show-ban vagy, szeretnél segítséget Washington kérni. Washington, azt mondja a párom. Éj, Iva! És időn belül! És hihetetlen, hogy majdnem lejárt az idő, a kutya a jó reggel, Washington győr. Így van. Nagyon jó. De ügyesek vagytok, megvan a de jó. Bögre és az ajándék végre. És még időn belül. Igen, nagyon szerettem volna oda, és bekopogsz a női WC-hez. Ha megmondja, akkor ingyen pisilt, csak segítsen, mert adásba vagyok. Igen, ügyesek vagytok. Na, hát a párod egy
példaértékű internet felhasználó. Igen, tehát, nem gyors, de alapos. Igen, igen, lecsekolt a három különböző erő. Ha gyorsan, aztán így sikerült. De helyesek vagytok. Na, örülünk. Jól van. Én kipróbáltam, én is beütöttem az okostelefonba ezt, hogy Amerika első elnöke, tehát az első hármat azt így kidobja azonnal, úgyhogy kicsit lassan keres a párod, de megvan ez a lényeg. Igen. Hány éves a párod? Erzsé. 33. Krisztusi kor, ahogy mondod, jelentsen ez bármit is. Igen, szóval, hogy 33, jó, azt hittem picit idősebb, és meg akartam nincs, hogy milyen flottul kezeli az internetet. Na, egy szakmai igen. kérdés, egyébként nagyon fura, tudod, hogy tudjátok, én elég sok mindenben gondolkozom, és láttam itt, lent az étterem mellett vannak WC-k, ugye, még önmagában egyébként nem annyira fura. És igen. Én láttam több helyen, de nem tudom az okát, hogy miért van az, hogy néhány WC-ben úgy csinálják meg a piszoárt, hogy jeget öntenek bele. Láttatok ilyet? És jégkockák vannak a piszoárban. Igen. És oda mész, és te, mint pajkos ember egyébként ugye elkezdesz ugye mintákat rajzolni. Igen. Olvasztani, és izgulsz, hogy tartson még egy kicsit, mert baromi jó egyébként olvasztani, és örülsz, hogy elolvad az összes jégkocka, de van ennek valami higiéniai oka, vagy ez csupán a vendég szórakoztatására van, hogy jól van, érezd jól magad, pisi bele a jégkockába. Szerintem a szag véget. De a jég megköti a pisi szagot? De hogy a jégkocka, és utána nem lehetett lehúzni. De mondjuk én piszoár tablettát használok. Na megeszed, nyugtass meg, hogy nem úgy. Ja, jó, hogy berakod, igen. De és azokat úgy, berakod, az egy ilyen fertőtlenítő. Igen, berakom a piszoárba, és akkor ugye van belőle zöld, sárga, kék, mindenféle szó. Igen. Na, itt kezded, hogy jégkockát tesznek. Aha. Itt jégkockát teszek, nagyon sok dél-afrikai WC-ben van. Rengeteg a férfi püszár, rengeteg jégkocka, és nem, ezen nagyon gondolkoztam, hogy a fene lehet ennek. Először az azt hittük, hogy valami megmaradt, valami itt tudom, hogy part után, vagy ilyesmi. Sehol. Hát az csak hagyján, de hogy te kivettél kettőt a paradicsom levedbe, és mondtam, hogy Jani, persze. Jéget, mindegy, nem kell, van a WC-be elég. Bementél és kijöttél a budiból, igen. Na mindegy, jó, akkor nincsen szakmai oka. Jól van, ügyesek voltatok, gratulálunk, jó? Köszönjük szépen. Ami köszönjük, jó munkát nektek, ciao. Köszi, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Annyira hülyeségeken tudok gondolkodni, én ezeken napokig tudok csavarodni, hogy miért van jégkocka, és megválaszolom magamnak így úgy, de örülök, hogy megtudtam, hogy tulajdonképpen semmi értelme. Semmi. De jó. Talán ez a szagvége. Hát igen, lehet, nem láttam még ilyet. 9 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánom minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok, jó reggelt! Mindenkinek olyan helyesek voltak, nem? Kedveltem, Cuki. Kedveltem Erzsiéket. Nagyon helyesen játszottak. Nagyon sok szakmai megfejtésen a jégkocka irányából, hogy miért is kell az, és egyébként vannak közte jók, és egészen szakszerűek, tehát vannak, akik tényleg szakmai szemmel közelítik a dolgot. Ugye arról beszélgettünk itt Erzsivel, aki játszott a hármasugrásban, és a nyilvános WC-ben dolgozik a párjával Budapesten a 15. kerületben, hogy vajon néhány helyen miért szólnak jégkockát a piszoárban, és sokféle megoldást láttam, de ezt még nem. És hát ugye tulajdonképpen van egy pár megfejtés, ami jó lehet. Azt mondja valaki, hogy ahogy olvad, olyan, mintha lehúznád egyébként, és ez is egy jó megfejtés. A folyamatos olvadással mindig öblítődjön, és ne legyen kellemetlen szag, ezt Marci mondja, valamint itt van egy egészen szakszerű vélemény, hogy a vizelet hűtése következtében kevesebb a párolgás, és szagmekötés, és folyamatos víz áramlása, miközben olvad, a hideg megakadályozza a baktériumok szaporodását. Azt és ez az oka. Ez nagyon precíz, köszönjük precíz. Igen, és nagyon kevés helyen van ilyen, legalábbis nem sok helyen láttam. Nagyon érdekes. Plusz hát a játékosság, hogy próbálod olvasztani, és nem megy mellé.
És ezt is rengetegen írták, hogy van egy pszichés oka is, hogy ugye a férfiak úgy működnek, hogyha lehet célozni, akkor nem megy mellé, és arra figyelsz, hogy minél több jégkockát elpusztítsál, és ezáltal viszont fókuszálsz, és ugye nem az és össze-vissza, hanem megpróbálsz azért egy bizonyos területre fókuszálni, és egyszerűen könnyebben karban tartható maga a férfi WC, és ez az oka, hogy jégkocka van. Erzsi miatt beszéltünk erről, mert ugye őtől próbáltunk itt szakvéleményt kicsikarni, hogy mondja el, hogy ez miért van. Na, gyorsan egy-két közlekedés. Kakasd előtt Pécs felől a 6-os főúton KPM plusz rendőrség kamionokra vadásznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Aki arra megy, aztán trafi a Megyeri hídon, a Budai hídfőnél Pest felé mér, Balukov küldte nekünk, valamint a Németvölgyi úton, a temetőnél is van egy trafi, ezt Gyufa küldte nekünk. M43-as M5-ös találkozásánál török kamion megszunnyadt, és az árokban pihen, műszaki mentés folyik, ezt Egri küldte nekünk, és a 86-os útnak nincs Vasvárnál csomópontja, hát mindent beolvasott, ez jött, de köszönjük szépen. A helyesbítés. Mit akartál mondani? Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy az Instagramon Balázs jó voltából megint vannak fent új friss tartalmak. Ezeket mindenképpen nézzétek meg. Nyugodtan lájkoljátok, a gondoljátok, illetve szóljatok hozzá. Két új kép. Instagram.com Klasszefem Morning Show. Ott vagyunk. Ott vagyunk. Ott igen. Vagyunk. Nagyon jól sikerült képek. Az egyiket, sőt nem, mind a kettőt Zsül kollega készítette. Az elsőt is? Szerintem igen. Igen. Földön fekvős? Igen, nem. Nagyon fekvős? Jó. De. Igen. Mind a kettőt. Igen. Mind a kettőt. Eddig azt hitték én csinálom. Nem a Zsül készített őket. Na. Úgyhogy igen, saját magadról viszonylag nehéz lett volna a földön fekve képet készíteni, miközben 3 méterre vagy. Saját magadtól, igen. Most gyorsan lefekszek, jó, most akkor kötözzetek meg gyorsan. Ja, Istenem már, miért az idő. Na, gyerekek, ez az egyik, amit mondani akartam, bocsánat, még van egy. Annyira durva mondjad? Mit igen, mondani? De van még egy, amit mondani akartam. Mondd, van egy témánk utána. Legyem egy picit tapintatosabb. Jó. Jó. Azért néha nekem is gurítatsz egy kicsit nézét. Ne veszetek össze az utolsó napot. Na, hogy el kell ásnunk a kettő belemet. Jaj, ezt nem, ez azt hittem, hogy csak álmunkban nem történt meg ez a beszélgetés. El kell ásnunk a kettlebellemet, mielőtt elmegyünk. Mert ha egyszer ide visszajövünk, érted, én még egyszer nem akarok investálni. János vett egy 18 kilós kézisújtót, 16 kilós kézisújtót, csak azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi ez a kettlebell, hogy sokáig én se tudtam. Halálosan komolyan 6 hétig azon gondolkozott, hogy egy másik bőröndbe beteszi és föladja saját magának. És aztán megfejtettük talán tegnap vagy tegnap előtt, hogy ássuk el. De én azt hittem egyébként, hogy ez csak egy ilyen munkás felvetés, amivel egyébként zárjuk ezt a dolgot, és nem jut eszedbe, hogy elássuk. Van mögöttünk egy botanikus kert, igen, ami el van kerítve oda, a szállodán keresztül lehet csak bemenni. Oda hátra slisszolunk, visszük magunkkal a kis 16-ost, visszünk magunkkal egy kis lapátot vagy ásót, keresünk neki egy helyes kis lukat. Arra gondoltam, hogy előtte bemegyünk a henteshez, ahol a biltongot fogjuk venni, ott fóliáznak biltongot. Lehet, hogy fóliáznak kettlebellt is. Vákum csomagolásba. Hát biztos megcsinálja. Ne csinálj. Azért? Mennyire reális, hogy átmászunk egy kerítésen egy kettlebellel, egy 16 kilós kettlebellel. Kinyitatjuk. Hátizsákba átvisszük, azt fogja kinni, hogy túrázók igen, vagyunk. Nagyon szép a hely, ugye Feri, itt voltatok, itt a szálloda mögött van igen. Egy botanikus kert, teljesen meseszerű az egész, van egy szállodában egy főúton, hátramész a kertbe, és vízilovak, meg éjszak a krokodilok, meg vízesések. Tehát az egész hely egyébként nagyon fura, de hogy egy kerítés választ el ettől, és ha arra gondolsz, hogy nyitassuk ki, menjünk be a kerítésre, vigyünk be egy kettlebellt, nézzük ki mint két pampalini. Fütyünk be, lóbáljuk a kettlebellt, mint két pampalini, és valahol a szimpatikus egy fa, ássunk. Most! Bújj el, ássunk egy mély lyukat, tegyük be a kettlebellt, fotozzuk le a fát. Lefotozzuk, természetesen fel fogjuk rakni a facebookra a képet, látni fogjátok, hogy megtörtént a dolog, igen, elástuk, és aztán, hogyha ne adj Isten, illetve inkább adj Isten, visszajövünk jövőre, 2 év múlva, 10 év múlva, soha napján kiskedden, akkor majd előássuk. És ha nem jövünk vissza, akkor ez egy időkapszula a jövőnek. Soha többet nem jövök vissza. Ez akkor a jövő Afrika kutatóinak egy csemege lesz, nem fogják tudni értelmezni a dolgot. És találnak 100 év múlva egy ilyen fura 16 kilós súlyzót, amiről akkor már nem fogják tudni, hogy ezt emberek használták. Jó, segítek neked. Jó. És persze, meg van a kép, hogy valami védett virág. Valami. Majd a műsor után hívják fel, ott leszek a szobámban. Nyilván, tudod, most azonnal eltűnök, és elő se kerülök estig. Mondjad? Hogy valami védett virág utolsó példányát fogja a János kiásni, hogy hazalá rejtse el. Ez még ott is fogsz maradni. Nem, visszaültetem rá.
Ez nagyon jó lesz. De Bali, kapd ki azt a cserjét ott, elássuk a cserje alá, kapd ki azt a cserjét, és az utolsó ilyen Madagaszkáról származó 300 éves vörös cserje, amiből egy van egész Dél-Afrikában, így eldől balra, mert mi el akarjuk ásni a kettlebellt. Vagy ráültetek valami virágot, aztán visszajövünk egy vagy két vagy három év múlva, és figyelj, az van, hogy nem virág volt, hanem ez egy facsemete, és itt elég gyorsan nőnek a fák, nézd csak, és fölötte lesz egy irgalmatlan nagy pálma. Igen, jó, figyelj, hát amilyen keveset aludtunk, meg amilyen most már azért ez a pár hét mióta itt vagyunk, belefér, hogy ma elinduljunk egy kézisújzóval és így egy van, ásóval a botanikus kertben. Egy expedícióra. Jó, én erre abszolút levő vagyok. Totálisan szürreális, de szeretem a szürreális dolgot. Szimbának hívod a kézisújzódat? Nem. Ja. Nem, egyébként, ha már rákérdeztél egyébként. Nem, ezt már nem akarok. Orosz neveket szoktam nekik adni. Nem áll, hogy van neve. Tényleg Igor, Iegor, Iván, dehogy nem. Az, hogy teregeted az oknidat, ezt elfogadom. Az, hogy fura ember vagy, és nem engeded be a takarítónőt, és egy hat napig használsz egy törölközőt, hogy aztán még hat napig használsz, elfogadom. De hogy nevet adsz a kézisújzóidnak, ezt viszont meg már tényleg nem tudom tolerálni, se egy elfogadni. Kettlebellhez az passzol. És nem akarok olyan világban élni, ahol azt mondod, hogy gyere Igor, edzünk kicsit, és lehajolsz egy kettlebellért, és edzel Igorral. Mert ez már a betegnél is betegebb egyébként. És akkor ma nem Igorral edzel, hanem Oleggel, holnap meg nem tudom. Így, hát most sajnos csak egy van egyébként, most Iván van csak, úgyhogy neki szoktam mondani, hogy Iván így is szuda. Azt hittem, azt mondod neki, hogy Iván lendül. Nagyon durva. Igen, Iván lendülj. Ez nagyon durva. Jó. De miért kell egyébként egy tárgynak nevet adni? Már számomra az is elég érdekes. És miért? Elég... Az emberek autóknak is. Ezt akarom mondani, hogy valaki az autójának nevet ad, azért ott van egy érzelmi kötődés. Ott van, ki segít, hazavisz. Szereted, spóroltál rá, gyűjtöttél rá, vigyázol rá. Tehát azért egy autónál valójában van egy érzelmi kötődés, sosem adtam nevet autónak, de megértem azokat, akik adnak. De egy kézisújzónál semmiféle érzelmi kötődés nincs, hogy nevet adjál neki. De hát együtt húzták le ezt a 6 hetet együtt húzták le, hát hogy ne lenne érzelmi kötődés? Persze. Ő az én előretolt helyőségem. Atya. Dél-Afrikában. Ő az én nagykövetem. Keverle nekem egyet, hogy álmodom. Én ezt nem szeretem. Olyan jó lesz, hogy 4 napig csak játszom majd a gyerekkel, megölelem a feleségemet, uh-huh. és teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetek, és elfelejtem azt, hogy az utolsó műsor, utolsó fél órájában arról beszéltél, hogy nevet adsz a kézisújzóidnak. Nagyon jó lesz kicsit visszatérni a valóságba. Melletted alszik, benne vagyok az elásásban. Melletted alszik az ágyban? Nem, van a szekrényben. Oh, nem, mert nagyon benyomná a közepét, és nem szeretném, hogyha tönkre menne az ágybetét. Ez valóságos ez a beszélgetés? Laci, te vagy az egyetlen fix pont ebben a reggelben. Te hallod, hogy a Jani mit mond? Hát figyelj, döbbenet. Döbbenet. Annyira nagyon durván mások vagyunk, de ezért jó. Jó, de elássuk. Na, viszont van egy gyorsan egy téma, amit találtunk, és a dolog nyilván nekünk, akik azért túlnyomó többségben városiak helyes, bár van itt azért valaki, aki ugye tyúkbéllel focizott. Na, nem focisztunk, az ugrókötelezett. Ja, a tyúkbéllel ugrókötelezett. Nógrád megyében, László völgyön van egy nagyon helyes kis falucska, és minden, amit az ember a mesében olvas, meg különböző történetekben hall, hogy majd egyszer jönnek a farkasok, meg majd egyszer jönnek a medvék, most valósága válik, ugyanis Szlovákiából átzarándokolt medve tizedeli a juhokat. És van egy juhász, aki egyébként beszél arról, és nagyon helyes, hogy hány éjszaka alatt nyírta ki hány juhát a medve, és hogy bezárkóznak egyébként a házukba, és félnek kijönni, mert hallják, hogy a medve ott van, Szlovákiából kicsit így átjárogat. Átjárogat. És hallották egyébként az állatot, nem tudják, hogy pontosan hány juhat ölt meg, de folyamatosan áttöri a kerítést, megérkezik, és tizedeli az állományt. Hogy azért ez nekünk nyilván egy helyes történet, de ha ott vagy, igen. és ezt átéled, ugye mondjuk juhászként, azért az, ha még fel is vagy rá készülve, mit csinálnak, mert lelőhetik ilyenkor? Hát, hogy szerintem nem. Szlovákiából, nem. Védett állat. Ugye, hogy így azért van. Az nem úgy van, hogy elkapod éjszaka, és lőttél egy medvét, hát ez nem ilyen egyszerű, de hát véded a saját állataidat, nem? Hát szerintem önvédelemből lelőheted. Tehát mondhatod, hogy a medve rád támad? Igen. Adsz egy fegyvert a kezébe, és akkor jogos védelem, mert ugyanolyan dologgal támadtál vissza, amivel a medve jött. Jó, hát nem büntető arra jogi kell így. Figyelni, arra kell figyelni, hogy amikor jön a medve, és harapással. Karmokkal ad neki vissza, vagy ha te baltával végeztél a medvével, akkor tegyél egy baltát a kezébe, igen. mikor eldől balra, hogy kijön a rendőrség, és látja, hogy egy baltával támadó medve jött. Kb. Vagy hogy esetleg fegyverrel ejted elő, fegyverrel, akkor arra kell figyelned, hogy ne a tarkóján legyen a luk. Hát elő megtámadott, de aztán elfutott.
Igen, elfutott, és aztán tudod, elkezdesz óbégatni, magadra húzod a medvét, és elkezdesz óbégatni, megtámadott a medve, segítség, segítség, és akkor odajönnek, és akkor látják, hogy szerencsére sikerült elejtened, és akkor kimászol a medve alól. Önvédelem volt. Önvédelem volt, megvédelem, de a medve nem játék, azt tudod. Marhára, az nem is viszek a gyereknek. De tényleg ne is ügyél. Na, szóval ilyenkor mit csinál? Végignézed egyébként ártatlan juhászként, hogy tizedeli az állományt, és visszajáró típus. Nem, húszas anyákkal csúszlizod a fejét. Igen, megbeszéled vele, hogy kedves medve. Kedves medve, ne gyere erre. Igen. Aha. Ne gyere erre, vagy beszélsz ne gyere erre. Ne gyere erre, ne gyere be, meg ne gyere erre. Megbeszéled helyi vadászokkal, hogy hogyan tudsz mondjuk védekezni, és villanypásztor telepítesz? Az egyetlen lehetőséget talán. Jó, de várjál, de a villanypásztor az megrázza a medvét. De ahogy csak is, akkor, ha vizes. Még ne pont nem megrázza, és akkor kialakul a dermedve. Na jó, ne ezt ja, légy, igen, ezt nem, ne csinálj, hogy megmerevedik, aha, tudod. És azt mondod, hogy nézd, ott van a medve, megrázta a villanypásztor. Persze, hát az telepített, tehát az megrázza na, a medvét. De várjál, hogy, nem tudom, hogy mennyire érzed a lovakat. Nem. Hát a lovakat is ugyanúgy, pedig hát azért van. Csupasz felület kell, nem, hogy megszagolja, és hogy mit tudom én, odaérjen hozzá az orra, vagy ilyesmi. Szőrön keresztül nem rázza meg. A szőr a szigetel? Nekem volt szerintem lovam, egyértelmű. És nagyon szőrös volt, télen van a lovaknak téli szőre, amit megnöveztenek. És őt is megrázta. Zokkenőmentesen belesétált, mert szegényként nem értette, hogy 26-szor is meg fogja rázni a villanypásztor. Ezt is szeretné, hogy megcsapatta magát a villanypásztorral. Egyébként nagyon cuki kis paci volt, de a téli szőrénél ugyanúgy visszaugrott, tehát hogy azért azt ők érzik. De ha mondjuk komoly anyagi kárt tesz az állományodban, akkor szólnod kell vadászoknak, hogy mikor van medvevadászati szezon, és akkor vagy hát ez érdekes. Ráadásul durva, azért, a Magyarországra jönnek medvék, nem? Ja, azért se lehet kinyírni, mert állítok, van neki két kis bocsa, tehát ő egy anyamedve, és akkor azokat táplálja. Aha. A hírek szerint. Na, hívjuk föl juhászunkat, hogy mit mond erre, az ő állományát tizedelik. Így van. Én nagyon kíváncsi vagyok erre például a világhasztalos dologra, tizedelik, hogy most meg lesz dermedve, vagy fel lesz hergelve. Léci, Jani, már csak fél óra bírt ki valahogy. Na, itt van Jakab Kopány juhász a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Hello! Sziasztok! Vagy mi? Szia! Hello! Na, hát beszélgetünk erről a történetről, hogy nyilván az ember városiként azért olvas egy ilyet, és ezt szereti, hogy kicsit romantikus, hogy jön Szlovákiából egy medve, van egy helyes kis falucska Nógrád megyében, Lászlóvölgy, és ott mindenki fél a medvétől. Ezt utoljára, mit tudom én, a Spektrumon látod, amikor indiai falvakat mutatnak, hogy tizedeli az állományt a tigris, és hogy az indiaiak félnek tőle. Ti láttátok ezt a medvét? Találkoztatok vele, Kopány? Hát nyomait láttuk, tehát a tappancsa aznak a nyoma itt van a karám körül. És hát olyan 10-15 nap ezelőtt a kedves feleségem még voltak kint csipkevogyót szedni, és így a perifériás látásuk. De teljes mese olyan. Igen, a feleségem nem ment csipkevogyót szedni. Perifériás látásukba belekerült egy nagy állat, amelyik ugye elsuhant, elment, tommogott ott mellettük, és elviccelték a dolgot, hogy mi volt, hát aztán kiderült, hogy mégis maci volt. Akkor még nem tudtátok, hogy ott bóklászik a medve, ugye? Nem, rá egy pár napra, akkor már a tetemet is megtaláltuk, meg marcangolva. Azt a mindenségét. Akkor nem egy ilyen bulváros túlzás, hogy egy picit féltek, vagy ettől a medvétől, hogy bármiféle probléma is. Hát már most kezdünk hozzászokni, tehát vannak jó kutyáink, ez zavargatják őket, de nem egy kellemes gondolat, hogyha belegondolunk, hogy az állaton ejtett seb az rajtunk is megesett. Történt-e bármilyen bejelentés a határsértés miatt? Jöttek-e a határátlépés miatt ellenőrök esetleg, váb és pénzügyőrség, határőrség? Hát ez a medve, ez azért itt közlekedik, jön meg hozzá. Ki tudja, mit hozzát, mit visz vissza, hát úgy jön meg a zöld határon, hát azért ezt szólni kell, nem? Hogy ne engedjék. Se állampolgársága nincs szerintem, de ilyenkor te egyébként kerülhetitek ezt a medvét? Hogyha sok nem, nem, ez egy fokozottan nem védett állat, tehát nagyon is védett. Nem úgy csak kilő, nem lőhetjük ki, hanem szinte eltetnünk kellene, így hangzik a jogszabály. Aha. De semmilyen szinten nem is riaszthatjátok el? Tehát, hogy ez az általam felvetett jó masszív tejgumis csúzlival, hókon lőni üveggolyóval, ez nem? Tehát, hogyha esetleg azt látod, hogy az állataidat prédálja éppen fel, nem elég az, hogy kárt okoz, tehát már 1 millió forint körül van a kárt, hanem mi riasztásvédelmi engedélyt kell kérnünk, amiért fizetnünk is kell.
És akkor mi van egy ilyen engedélyed, akkor te elriasztatod a medvét, vagy valaki jön és elriaszt? Igen, akkor ha van saját hegyverengedélyed, vagy a vadásztársasággal fölveszük a kapcsolatot, akkor jönnek, és itt a levegőbe lődöznek egy-kettőt. Most a viccet félretéve azért gondoljunk már bele, hogy egy embernek, vagy egy családnak, vagy adott esetben több családnak a megélhetését veszélyezteti ez az állat, adott esetben a testi épségét is, és igazából nem nagyon tud tenni semmit ellene. Vagy pedig csak nagyon körülményesen. Hát reméljük, hogy a hasonló helyzet nem fog kialakulni, mint amikor elszaporodtak a farkasok Szlovákiába, és akkor már veszélyeztették a családi igazgatókat, vagy a környéken lévő lakókat, és akkor itt is el fognak úgy szaporodni. Valahol meg fogják húzni az állatvédelem, és az emberi élet megóvásának a határát. Nekem és amíg nem találod meg a tetemeket, bocsánat, ha nem találod meg a tetemeket, akkor honnan tudod, hogy hány juhot vesztettél el? Minden reggel átszámolod őket? És a 200-nál hirtelen nincs olyan nagy juhállomány, 50 fős körüli az állomány, úgyhogy ezt napi szemrevétellel meg lehet mondani, hogy most hiányzik, nem hiányzik, de egyébként a 6 tetemet megtaláltuk, a többi 6 nincs fönn meg, úgyhogy abból valószínű lakmározik. Figyelj, ezt neked valaki megtéríti ezt a kárt? Mert akkor mi az, hát, hogy nem lőheted ki a medvét, hogyha neked közben meg már 1 milliós veszteséged van? Hát jelenleg a védett jogszabályi labirintusokban még nem találtuk meg azt a lehetőséget, hogy mi szerint és kitéríti meg, mert ugye a vadásztársaságnak szinte kötelessége, hogy ezt az állatot védelmezze. Aha. Akkor a környezetvédelmi hatóság állítólag ő kellene, hogy ez ügyben lépjen. Nem tudjuk, aha, hogy most mi lesz, már megírjuk a megfelelő meg beadványokat, amiket esetleg kellene. Ez egy olyan érdekes történet, hogy ülsz egy házban, és hallod, hogy egy medve a környéken ott jön-megy. Nem? És nem tudsz mit csinálni egyébként. Végignézed, vagy így hallgatod, hogy kicsit ott kártékonykodik, aztán ha szerencséd van, akkor arrébb megy, de hát nagyon nem tudsz vele mit csinálni, mert hogy egyébként hát, azért vannak készszerű védekezések, fél a tűztől, fél a füsttől, fél az ajtó, tehát nem olyan bátorú egyébként, de hogyha a magának vélt áldozatát védi, akkor ott nincs menekvés, tehát ott akkor itt megtámad. Nem lehet elcsalni. Egyébként, igen, elcsalni. Mézzel. Pipi. Hát mézzel, igen. Viszel egy mézes kanalat. Igen, méz, maci méz. Odas málna. És eldobsz neki egy kiló málnát, Feri, vagy mire gondolsz? Ez simán. A homlokodat szaladsz egy lépes mézzel, és rohan utána a medve. Egyébként ez tetszik ez a hozzáállás. A Gödöllői Egyetem vadgazdálkodási professzora, nem tudom, nyilatkozott, de hogy azt mondja, hogy azt kéne csinálni, hogy etetőhelyeket kihelyezni. Hát, De hát azt valakinek föl kell tölteni. És mivel töltöd fel? Bár és neked kellene feltöltened juhokat. Igen. Kérdik, vagy ma megint adjál 4 juhot az etetőhelyre. Mekkora egy ilyen medve egyébként, Koppány? Tehát, hogy körülbelül... Hát anyamedvéről beszélünk, itt 2 voccsa, és a látottak szerint, mert a favágok is látták az erdőbe, egy himmedve. Tehát itt 4 minimum van. Ezek azt szerint az anyamedve az megnő 3-400 kilóra, a hím az még nagyobb, tehát annál még 100 kiló van több lehet. Tehát ilyen 500 kiló környéken. Azt úgy képzeld el, hogy egy 150 kilós disznót azt úgy visz, mint én egy vödör vizet. Ne! Kemény. Igen. Tehát így fogja, és így fölkapja, és vára veszi? Hát beveszi a honalá, és 3 lábon viszi, vagy... akkor még kellemetlen, amikor meglátod mondjuk a bocsokat az erdőbe, oda mész, hogy gyere már, Rezső, hát ezek nem is olyan nagyok, hallod, mi van kicsit, de gyere már, és megpocskolom az orrát, erre kijön az anya is. Képzeld, milyen durva a malacnak, hogy egyszer csak bent vagy az olban, ott vannak a kis barátai, tök jól el vagytok, eztek, isztok, jön egy medve, a hóna alá csap, és szárnyam nő. Repülök, és még nem tudod, hogy rögtön átharapják a torkodat, és azt hiszi a malac, hogy neki ez jó, és aztán rájön, hogy nem repül, viszi egy medve. Azért ez mennyire kemény. Az ejtett sebeket ellenőriztük, és arra lemértük a szájának a nyitási lehetőséget, hogy mekkorát nyithatott a szája ahhoz, hogy befalja a birkának a koponyáját, és a felülről a torka alá ment, tehát majdnem a torkához ment a szemfog. Tehát ez a nyitás az én araszomnál nagyobb volt, 2 centi, az én araszom 22 centi, akkor még hozzá kell adni a szemfognak a nyitását, ami megint széttartja a száját, ez kb. A 30 centit nyit a szája. Jézus. Az durva, mint amire Maja Gold volt képes fénykorában. Ez sokkal durvább még annál is, pedig láttam egy-két videót, és valóban durva dolgokra képes.
Igen, mit csináljon az ember? Ez most félig komoly, hogyha mondjuk egy ilyen a találkozó, nyilván nem riogatásról szól, és nem fogunk fél tőlünk menekül, tudom, tehát nem életszerű, még akkor sem, ha most átjár Szlovákiába, de álltok baromi gyorsan futnak, ez igaz? Hogy nincs az azért, hogy úgy meglátsz egy medvét, és te csak vidáman elrohansz, mert csak úgy, mint például a 50 méteren belül nincs esélyedől menekülni, tehát azért egy nincs esélyed. Rengeteg. Semmi. A másik, Dél-Afrikában, igen? A másik nagyon érdekes dolog, hogy nagyon pontosan cél az 50 és 100 méteren belül úgy megdob, hogy belekordulsz. Micsoda? Medve fog egy követ? Fölvegy követ, és azt mondja, látlak, Balázs, megdoblak, és megdob. Na, eddig vettünk nem olyan. Kopány. Persze. Bármi történik ott nálatok, álljatok le a csipkebogyó szörper, mert eddig mi nagyon rajta voltunk azon, amit mondtál. De hát, most, hogy azt határod... Menjetek ki értékenységbe Erdélybe, és kérdezzétek meg ott az embereket, hogy milyen a magatartása, mit láttak. Persze, teljesen életszerű, kimegyek Erdélybe, és azt kérdezem, uram, ne rúgja, látod itt egy dobáló medvét? Persze, ott van, itt van nekik egy kupac macska kő, azzal szoktak dobáló. Persze. Vagy az se csípke bogyó, amit a nejed szed. Gyurmagának sálát, ezt megdob. Persze, gyurmagának egy sálat, persze, gyurmagának egy sálat, két kesztyűt és egy usankát. Ja, sárkupacot, azt hittem gyurmagának egy sálat. Az milyen durva, mi terített le? Hát egy medve gyúrt egy sálat és leterített. Hagyjál már! Te hallottad, de nem én mondtam. Nem, igen, én hallottam, rosszul hallottam. Gyurmagának sarat és megdob vele? Igen. De hogy? Ne, várj. Na, még egyszer gondold, de úgy csinálunk, mintha nem hallottuk volna, jó? Figyelj, felteszek egy fiktív kérdést, és gondolom komolyan. Bírom benne, hogy magas a képzelő erőd, és el tudod képzelni célot. Aha. Figyelj, de várj, ő látja, hogy hol vagyok, és... A gyurmát, aha. És így a lába között, hátrafele, megdob. Tehát a farkával szívem volt. Eddig olyan életszerű volt ez az egész beszélgetés, de egy lábával dobáló medvét nagyon nehezen tudok elképzelni. Egyébként döbbenet, mennyi minden nem tudunk az állatvilágról. Az első lábával. Figyelj, bocsánat, mi nagyon városiak vagyunk, de mindennek örülünk, mennyire sokat nem tudunk a természetről, és ezért is érdekes ez a beszélgetés. Ezt én például soha nem hallottam. Én ma keresni fogok egy videót, amin látható egy medve, aki sárgolyót gyúri, aztán pedig a két lába között hátra dobja. Sziklatömb, vagy kő, amit talál a természetben, vagy és nincs ott egy ember ilyen nagyon fura, flitteres, smokingban, cilinderrel fel, és azt mondja a végén, hogy Viola! Igen, majd ez nagyon érdekes. Igen? Megfogom a medvét, megkötöm, és akkor majd gyertek, és oldjátok el. Na, ugye, persze, városiak, tessék. Abszolút nem, mi puhány városiak vagyunk, csak érdekes dolog, amit mondasz, és nyilván ezen elcsodálkozunk, hogy egy medve, ami a két lába között dob. Itt például Dél-Afrikában csak egy érdekesség, víziló támadásban halnak meg, egyébként több százan évente, mert a vízilóról se gondolod, hogy egyrészt nagyon agresszív, éjszaka mozog, és rettenetesen gyorsan futnak, és többen halnak meg, mint tudom én, krokodil támadás, vagy autóbaleset, farmerek, akik olyan helyeken dolgoznak, ahol mondjuk vízilóak élnek a Dél-Afrikában. Neki, mert ő a tűzvédő egyébként. Igen. Na jól van. Hát ez egy érdekes történet volt. Nagyon drukkolunk, kíváncsian követjük az eseményeket, hogy mi lesz. Mikor láttátok utoljára, hogy mikor volt az utolsó nyom a medvéről? 4 nappal ezelőtt. Akkor lehet, hogy elment? Vagy ez most jelentheti azt, hogy most a 4 nap eltelt? A kutyák nagyon éberek, a kutyák, és éjjel 4 óra körül volt 3 nappal ezelőtt nagy ugatás, és gondoljuk, hogy őt támadták. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként, ha te mondjuk ma éjszaka hallanád, hogy ugatnak a kutyát, és valami motosz kinéznél, kimennél? Vagy... én neked, Kopány, nagyon sokat tudok segíteni Dél-Afrikából, igen, összebújunk vonalon keresztül, és megbeszéljük. De mondjuk kimennél, vagy kinézel ilyenkor? Vagy csak kiszólsz, hogy megjön hangon? Ezért ellenlámpázok neki, vagy valami zajt csinálok, lehetséges. Persze. De mit morzézol neki, hogy menj el innen most? SOS, igen, nagyon helyes. Hát valami nagyon csengő hangot kiadok. Jó. Ígérd meg, hogy ha esetleg annyira megszokjátok már egymást, hogy már tényleg régismerősként üdvözlitek, majd a másikat, ha találkoztok, akkor tényleg majd kimentek és hógolyoztok is egyen. Ha már barátok lesznek, igen. Mocival. Kopán, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázzatok magatokra, olvassunk majd, hogy mi történt a medvével, jó? Köszönjük, hogy itt voltál. Érdekes dolgokat mondtál, nagyon-nagyon érdekes történet. Ez Kopány, köszönjük szépen, jó munkát, vigyázzatok magatokra. Hello. Köszönjük, Jakab Kopány Juhásznak, köszönjük szépen. Te ezt nem tudtad, hogy a Maci tud hógolyózni?
Figyelj, ha igaz, ha nem, a sztori óriási. Ha megvezetett, azért szeretem, ha igaz, azért szeretem. Mindegy nekem, de egy dobáló medve nagyon nagy. Egyébként azért összeakadsz egy 600 kilós kis barátságtalan, éppen felingerelt hímmedvével, azért nem természetes a mosoly. Aha, figyelj, én erre rá fogok keresni, de az összes keresőszót az előzmények közül ki fogom törölni, hogy ne nézzen hülyének a gyerek, ha hazamegyek majd. A sárgolyó volt dobálózó maci. Érted? Az egész teljesen trippes történet, ilyen nincs. Igen, a sárgolyóval dobáló medve, és milyen leírásokat találsz, hogy hogy dob meg embereket között. A medve? A hátsó lába között dobja? Igen, 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 ami azért érdekes, mert nem tudod, mint támaszkodik közbe elől, tehát az orrán. Hát mi? Hogy? Mi? Kézen áll. De a hátsó lába között igen, dobja. Igen, a medve a hátsó lábán dobja, de úgy, hogy egy kézzel kézen áll, tartja magát, de nem tudja, ha kézen áll, nem tudja, mert akkor fölfele van a lába. Én elmegyek szívni kávét. Megvan, nem kell neki támaszkodni. Hát ha te lehajolsz, és a lábad között átdobsz egy medicilabdát, neked se kell támaszkodnod, egyszerűen csak lehajolsz, és átdobod a lábad között. De miért dobja a lába között? Miért nem fordul meg, és dobja egyenesen? Mert ugye farkával tud célozni. Laci, nézd már meg, az elmúlt három évben nem adott fel az Ötvös Cirkusz egy hirdetés, hogy elhagytak egy medvét. A farkát egyébként Janko Feri nem is látja. De a lehajtja alulra. Tudom képzelni, hogy igen, hogyha viszont kísértetésen emlékeztethet a nemi szerve egy irányzékra. Na, megvan, látod? Ugye, gyerekek, nekem ez a sztori gyanús, én értem, hogy Koppány felesége kiment csipkebogyó szörpöt szedni, de hogy ugye? Azért a... Tehát, hogy azért, igen. Na mindegy, jó. Na jó, van ez. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jön egy pici szünet, mármint reklámok formájában nyilván, és utána jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:40 múlt, 1 perccel, azon szignálok egyike, ami valószínű, hogy utoljára ment le, mert hogy az utolsó bejelentkezés ugye Dél-Afrikából holnap után a 6-7 legjobb pillanatai, ha lehet így mondani, mert utazunk, és aztán hétfő már a festői Üllői útról jelentkezünk. Mindannyian nem is gondoltuk volna valaha, hogy ez még egyszer nekünk fog hiányozni. Már itt az Üllői út, és már akár egy felüljáró is tud hiányozni, hát vagy a francnak, de hogy egyébként. Igen, de közben azért, meg, közben jó azért lesz már úgy minden. Abszolút jó lesz otthon lenni. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma. Egyrészt ugye felmerült, hogy 10 milliószoros nap van, megbeszéltük, hogy holnap. Ez miről szól. Holnap van 10 milliószoros nap, így van, egy hallgató küldte el nekünk, hogy mit kívánjunk magunknak holnapra, aztán kívántunk egy-két dolgot, és megbeszéltük, mi ez a 10 milliószoros nap. Valamint Feri még kora reggel elmesélt egy nagyon helyes történetet, hogy ünnepeltek egy házi buliban a Márton napot. Ünnepelték egészen pontosan, és elmesélte, hogy mi történt ezen a bulin. Mi ezt kicsit félreértelmeztük. Igen. Jó lesz ezt újra hallani, mert én nem sok minden emlékszem belőle. Nem csodálom, amilyen állapotban voltál. Úgyhogy erről beszélgettünk ma reggel. Szürreális volt a buli Feri elmondása alapján, és rájöttünk, hogy valóban igaza van, szürreális buli volt. Erről volt szó ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. Még mindig arra gondolok, hogy most be fognak kopogni a szobámba, hogy housekeeping, szól az óra, 7 óra, és azt mondom, oké, Bali, kelj föl, most meg a fogad, és indulj el rádiózni, csináld meg az utolsó műsort, menj haza, öleld meg a családot, és ez egész beszélgetés nem. A fejemben történt csak, de nem. Ez nem itt megtörtént, hogy igen, tegnap, ma haradja, vagy nem, ez nincs. Az biztos, lenne igazán hogy kemény, egy hogy gyerek egy asztallapot egy bekopogna, hogy housekeeping, felkelnél, ránéznél az órádra, és látnál a dátumot, hogy tegnap érkeztünk. Jézus, és most indulna az egész. Nem, kiderült, hogy elaludtam a repülőn. Az mekkora flash idefelé, lenne. És még csak most ébredünk föl, igen, és most szállunk le Nelspruitban, és tekeltegetsz, hogy Bali, megjöttünk, kezdődik mindjárt a forgatás, és elmondanám, hogy volt egy 6-7-es álmom. Vagy pedig nem housekeeping, hanem ugye, Balázs, Gyula vagyok. Elkeveredett a keverő pulta. Meg tudom oldani, csak időt kérek. Úr is, előről indulna egész Afrika 6 héten keresztül. Hello Csabi, jó reggel! Jó reggel! Valami gyugyon kis, hello, látom benneteket. Hosszú stáblista lesz most, hogy a... Rettenetesen hosszú stáblista lesz, igen, de azért azt mondja, hogy nagy buli van, ahol gyerekek asztallapot lesznek, nem Csabi? Mit szólsz? Feri, mekkora parti arc, nem? Tehát mi itt dolgozunk, mondjuk, és ők közben egy keddeste tart egy ilyen szimpla bulit. Én mindig azt hittem, hogy mi teljes életet élünk, és hogy mindenünk megvan, de rájöttem, hogy valamit nagyon elszúrtunk. Sok a hiba. Ugye? Feszületett a napos oldalra. Az asztallapot megenni. két hetente újra kell fényezni az összes asztallapot. Vagy a gyerek fognyomokat eltávolítsák róla.
Na jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. A héten utoljára, holnap-holnap után ugye best of, erről beszéltünk, utazunk, és emiatt ugye összeválogattuk a 6-7 legjobb pillanatait, ebből lesz majd egy kicsi válogatás, hétfőn leszünk újra élőben. Ja. Morning show. Az, hát, fölvette. Hello, jó reggelt. Sziasztok. Jó reggelt. Aláírtad az SMS-eden? Melyiket? Kettőt is küldtem. Na tessék. Ja, Krisz, aláírtad, igen, aláírtad. A Laci választott most, és azt nézem, hogy hol van, de megvan. Hát igen, egy szójáték, de azt szeretjük. Egyébként Jani, Balázs, holnap jöttök, és ha két pilóta neve zuhansz, akkor kezdetek gyanakodni. Jézus atya úristen. Na hát ezzel lettél a nap hallgatója. Na. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Hol hallgatsz minket helyileg? Debrecen. Debrecenben. Jól van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, mert mondtad. Nagyon-nagyon köszi. Jó? És jó utat holnapra. Drága vagy, köszönjük szépen. Ciao. Ciao, ciao. Hello, hello. És szerencsés megérkezést, Feri, jó voltából. Így van. Majd pénteken, hát reméljük, nem lesz semmi, mondtam. Igen. Mi a recept, mi a zene? Kérlek szépen, az van, hogy amikor nagyon távol vannak hozzád közelállók, nagyon hosszú ideig, és már nagyon várod őket, akkor nyilván valami finomságot kell ugye készíteni, tehát hosszú időn keresztül közeli ismerőseid, barátaid messzibe vannak, akkor egy jó dolgot kell csinálni. Hát nekem egy ismerősöm most jön haza Párizsból, 4 hét után. És júj, de szép csavar a végére. És az nagyobb lett volna, hogy kalocsáról jön haza 2 nap után, érted? Úgy hiányzott. Kalocsáról. Valaki nagyon-nagyon soknak tűnik ez a 2 nap. Igen. Figyelj, egy irgalmatlan finom francia csokitortát csináltam, és ez a tegnapi buliban szerepelt, de az asztallapon volt, amit megettek, úgyhogy nem tudtam mozni a stábnak. De egy nagyon egyszerűen elkészíthető, nagyon-nagyon finom csokitorta, ennek a receptje van fent, ez csak csokoládé szinte az egész, tehát tök egészséges. A Janinak, ha hazajön, akkor sütök egyet, mert azt akarom, hogy tesztelje. Tényleg, tesztelje. Ez van fönt, már most a fotóval együtt a Facebookon. És gyertek, nagyon várlak benneteket is. Jaj, de jó lesz! Egyébként szorongani kezdek arra, arra gondolok, hogy te nagyon vársz minket. Tényleg! Izgalmas lesz a péntek. Na, mondtad, Jani, hogy még mondani akarsz egy igen, mondatban valamit. Nagyon fontos, egy ingyenes rendezvény lesz most hétvégén november 16-án vasárnap, mert 9. alkalommal rendezik meg a Diabetes Világnap alkalmából az Ecsep Világnapot. Ez ugye Erős Antoniak az Ecsep Figyelem Alapítványjal rendezik meg évről évre. Ott lesz Wolf Kati, az idei X-Faktor versenyző, a Kolompos Együttes, meg még sok sztár, és lesznek ingyenes szűrés, egészségpiac, szakmai előadások, stb. Nem csak cukorbetegeknek, és még egyszer hangsúlyozom, ingyenes, tehát november 16-án, a vasárnap a Szima csarnokban. Pontosabban a Szima rendezvényközpontban. Őrület. Na, hát drága hallgatók, elköszönünk akkor tőletek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki azért ezen sokat dolgozott, mert nem kevés ember munkája van ebben, hogy 6 héten keresztül ugye minden kintről jelentkezhetünk. Komplett rádió, komplett tímje azon dolgozott, hogy ez sikerüljön, úgyhogy gyorsan elmondanánk, hogy kik voltak itt, és kik segítettek nekünk ebben. Itt volt, és most is itt van, ott áll egyébként a monitoron, ami drága Gyulát, aki érti az köszönjük szépen! Neked a munkát! Balázs, elkeveredt valóla! A keveredt út, de megoldom! Az a technikus, aki minden reggel felkelt, még nem öntötte le magát benzinnel, de már sokat gondolkozott rajta. Ma még mindig nem tudja, hogy ez az adás megtörtént-e, vagy nem. Rengeteg forgatáson ott volt velünk, nagyon érezte akinek magát. Testrészei mind elkeltek. 6 hét alatt sokkal többet züllött, mint elmúlt életében. Akinek testrészeit mind odaadtuk. Az az ember, aki 2 hete van itt, ő is a műsor szerkesztője. Nagyon jól érzi magát, nem is akar hazamenni. Összebarátkozott az összes helyivel, 2 hete folyamatosan részeg. Laci! A másik ember, aki engem nagyon szeret, nagyon vár, ő is nagyon sokat dolgozott. És én vagyok! Ja. Az én drága feleségem, Viki! És az az ember, aki 2 hétig itt volt, bejárta a Krügert, elment egy csomó helyre, amit mi nem láttunk. Látott sokkal több minden Dél-Afrikából, mint amit mi láttunk. Elmeséli majd nekünk, ha hazamegyünk, hogy milyen hely ez a Dél-Afrika. Mutat képeket, és elmondja, hogy mennyi szépet látod. Minden reggel itt volt velünk Feri! Feri!
Na, és az itteni technikusoknak nagyon köszönjük, akik váltva nyomták a dolgot, meg Annának is természetesen, aki így különböző csatornákon keresztül próbálta földeríteni a dolgot, és köszönjük annak a fét férfinak, aki 6 héten keresztül vért izzadva, este a tévében, reggel a rádióban, közte a dzsungelben, itt volt, nem láttak semmit Dél-Afrikából, de majd én elmesélem neki, Balázs is Jani! Köszönjük szépen, de tudjátok, csak a dolgunkat végeztük. Na persze nem úgy, ahogy feléjék szokták a partikon, kint a kertben. Igen. Itt volt még a drága Annánk, Julink, nagyon sokan tényleg a rádióból, a szélzből mindenki, aki szintén ezen dolgoztak. Nélük sem lett volna meg műsor. Vezérigazgatót is mondjuk, hogy ne rúgjanak ki, mire vagyunk. Árpi, továbbra is csodálunk, szakmailag, emberileg, felnézünk rád. Árpi, nagyon nagy vagy. Így van. Na. Drága hallgatók, reméljük mindenkit elmondtuk holnap után, tehát best of, és hétfőn 6 órakor már élőben az Üllői útról jelentkezünk, hát úgyhogy mindenki biztos. Vigyázzon, ez ne szemét, vigyázzatok magatokra, jó munkát holnap utára, és pénteken már Budapestről, hétfőn pedig élőben az Üllői útról. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Bauni! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.